játszanak. Nyomok akkor kamot. Ó, rossz kép. Így. Álljátok így, most elvileg látjátok. Nagyon jó, meg engem is. Hú, de én értek ehhez, én egy full time stream vagyok majdnem 2 éve. Zseniális. Na nézzük, melyik a legjátszottabb magyar szerver? Az ARRP lesz szinte biztos. Megkaptam a permát NF-ről, mit csináltál? Amerika rejti... Tényleg eléggé lent van az NF. Valaki mondta, hogy kevesen játszak rajta, de ja, nem mindenkinek lagol, Patrik, valami proci baj lesz, nem tudom, újra rakom a gépet a héten, azt megnézzük, hogy utána szar lesz-e. Szerver, hogy alakul? Na most volt, hogy egy hónap, hogy nem bírtunk haladni, sajnos olyan dolgok miatt, amik nem tudtunk befolyásolni, de most már újra halad a dolog, csak ja, sajnos voltak problémák. Annon live részletek, hogy jó, fel is megyünk, nem? Mert az altvés szeró, ami játszott Easy tegnap, az amúgy faszának tűnt. Az nem tűnt rosszak egyébként, no joke. Na, menjünk! Nézzük meg! Kíváncsiak, mit hoz. A kedvenc zeném! Wow! Azt tudom, mi ez. Január ennyitás, az fix. Nem. Ezért is beleírva január, tehát év eleje van beleírva, mert az a baj, november végén elindult ez a probléma, amiről beszéltem, és kb. December végéig tartott, úgyhogy ja, kb. Egy hónap kiesett, ugye, sajnos. Mert amúgy fixett volna, csak így ez a hónap offos, így nem. Mit csináltál be sem, miért kapta permát? Közben köszi Toxic My Name a Tier 2-es 16. hónapot, köszi szépen! Valamely kedves moderátor átírja a játékot GTA 5-re. Itt játszik a Zsozé. Ja, vágom. Nekem is szokott olyan csinálni rádom, szokott a hang újra kezdve segíted. Lehet a procím szar amúgy. Kösz, Xoni. Nagyon kedves vagy. Na, Lapos Lajos. Tips. Tegnap itt az, el kellett mennem az Alzába. Mert át kellett vennem a... Az hogy is hívják, milyen neve annak? Minden, át kellett vennem egy dolgot, de... Most meg itt vagyunk, sajnos. Mi vagyunk a Crips. És egy baj van, hogy nincs meg Steven száma, ugye? Stevie száma. De mindenki megvan, de tényleg mindenki. Chibi, Chobi, Gigi, Michelangelo, Nanami, Tyron, Jolóka, a mentőké is, vágod, a rendőröké, de az a helyzet, hogy Stevie nincs meg. Kicsit sötét a játék, le van véve a brightness, nem tudom, hogy ez így most jó-e nektek, chat. Az a baj, már elfejtettem a szabályzatot, de az biztos, hogy nem lehet NPC autót lopni. A szinte biztos. Úgyhogy futunk a publikig. Itt volt, hogy véletlen lehetne világosabb egy kicsit. Pont most éjszaka van amúgy, de amúgy nappal nagyon jól néz ki így a játék, higgyétek el. Tehát nappal kurva jól néz ki így a játék, de amúgy... Amúgy a... Micsoda? Amivel elmehetsz egy garázsba, nincs kocsid? Elmehetek? Most NPC autót se látok, szóval az még főleg nagy baj. Hop! Jó napot! Halló? Jó nap, a Stevie! Halló? Hallasz, tesó? Ilyen meglepő, de pont megtaláltál. Kicsit szótlan vagy. Minden rendben? Én se hallom, chat! Nem beszél! Várjátok, resizem a voice-ot. De nekem minden jól van beállítva. Tegnap se hallottam amúgy. Halló? Halló? Csá, mi a pálya? Csá, hallasz, baszki? Persze, mi ez a Shrek színű autó? Faszom tudja, vágod, úgy kaptam. Éppen ja. Azt becseteltem, hogy milyen véletlen, hogy itt összefutunk a város. Ja, amúgy vágod, pont, nem is gondoltam volna. Nagyon komoly, nekem is ilyen korzám van. Boltba. De ezt mindenki kap ilyen autót? Vagy mi a fasz? Ja, nem, én vettem. 15 000 volt. Kibi Csabi ízé adta rá pénzt. Grow Street-es vagyok belül. Lehet ez itt a probléma. Ott én vágok egy Grow Street-est. Komolyan? Persze, de tegnap a Crips-eséget is megismertük, nem? Tényleg amúgy. Téged utána bevittek a rendőrök? Be. Ja, vágod én... Jó napot. Mert hogy? Ja, kéket gyorsan.
Na tesó, Krip, szevasztok, szevasztok. Gyágyá. Köszönjük, hogy mi a kékek, gyorsan menjünk. De nem a, jaj, bocsi. Nem azért, mert volt egy csávó, akivel volt. Nem hiszek el, mert kékek vagyunk. Egyébként... emlékszek rád amúgy, azt hiszem. Te vagy a... Egyéb... a Ferrari csóka, nem? Nem vágom. Jó, már akkor szép estét, esók. Kutyuli vagyok. Az Kutyuli. Lehet, hogy nem, közül, nem kettőtök közül van az, akivel üzleteltem, de... Egyébként egy olyan kérdésem lenne, hogy fegyvereket tudtok? Vagyis hát sima pisztoly. Szerintem megoldható, igaz? Megkérdezzük már az OG-t, persze. Aha. Félreállok egy pillanat. Jó van. Ajaj. Erre álltam, amit hiszik. Na, Csá. Csá, bajnok. Neked nincs fogja. Engem is persze. Ja, igen? Igen, egy baszki. Másik városból. Ilyen nagy a nevem? Találkozom. Lapos Lajos személyes örülv tesó. Hát a másik városban nem az volt, de üdvözlöm. Jó. De simán kutyul is elég. Na, annyi a lényeg, hogy sima pisztolyt mennyibe tudnátok? Figyelj, én azt mondom, mit szólsz ezzel Lajcsi, hogyha izé levisszük a tesókhoz őket? Jó. Akkor előtte bevásárolunk itt a boltba, azt utána mehetünk, ha úgy van. A két kocsival. Jó, figyelj, hogy nyugodtan megbeszéljük meg ilyenek. Jó, hát akkor bevásárolunk itt a boltba, azt utána mehetünk. Oké. Nyugodtan majd követünk, jó? Jó. Hogy állítok voice range-t? F11, ugye? Az te só. Mi legyen, Lajó? Ezek az iszi kripszesek vagyunk. Hát nem tudom, vigyük őket a gettóba. Jó. Max... megöldik őket, vágod, hát csak van ott valaki. Miért jöttünk ide? Kis vizet akartam benni, meg ilyenek. De nem tudok. Van pénzed? Persze. Vágod, ez ismer engem? Lapos Lajosnak ekkora neve van, vágod. Lehet, hogy ezért meghallották, hogy én öltem meg a miniszterelnököt, vágod, azt a befőttős barackot. Obama, vágod. Vágom, hogy a fiarba ne vágnám már. De a fiarba. Na és mi lett a rendőrnek, meg így leszopott? Faszki, a makkom kicsit fáj azóta, úgyhogy be akarom perelni majd, úgyhogy meglátogathatjuk, hogyha gondolod. Meg ilyen izé DNS mintát vettek tőlem, hogy igaz-e, meg ilyesmi, de hát elcsaltam. Mi lehet DNS mintát venni? Hát valamit csináltak velem, urológiai vizsgálat, meg a seggembe is felnyúltak ember, ezt még az ellenségemnek se kívánom, vágod. Meg a Kutyulinek akkor ne nyúljunk fel? Hát mondjuk... Jó, vezess, akkor menjünk. Jó. Ezek elmentek, nem? Ott van, nem ott vannak. De ők azok. Na basz meg. Van nálad fegyver? Nincs, tesó, csak egy... Semmi nincs nálam. Mehetünk, haver? Követünk, igen. Jó, gyertek akkor nyugodtan utánunk. Ne jövesszen kicsit a fényeket. Jól van, tesók vagytok. Jó van. Hallod, mi lesz, hogy oda visszük őket, ez a tesók lelövik őket, majd kiafasztozunk be? Nagyon jó kérdés, erre még nem igazán gondoltam, Lajcsi. Ó, ez itt sötét. Se lesz ott? Le kéne őket húzni pénzzel, hogy adják ide előre, és majd akkor egy 10 perc múlva találkozunk valahol. Jó, de mennyibe mehet a fegyver? Azt hiszem, hát egy sima pisztolyon 10... mi valami nagyon olcsóért vettük, mikor a családdal egybe voltunk. Azt hiszem, hogy 8000 volt darab, vagy 9? Bazd meg. Ó, itt vannak a tesók. Pont jó. Ó, nem jó. Te egy ember kibírja 5 napig baja nélkül. Menjünk tovább, mert szerintem ez így nem jó. Ja, látom, baszki. Igen. A kurva eget. Húha. Aha. Hopp, itt egy magoszos. Itt még egy. Helyettünk nem kár. Köcsök sárgák, faszom. A kurva magosz. Így van. Viva Crips. Magadnak be kéne adni a kukától lehet fegyvert. Ez az kéne, tényleg? Itt van valaki? Urak, csak úgy köszönöm, hogy... Jaj! Jaj! Kibaszott zöld autó. Nem vagyok én ezt hozzászokva. Na mondjad, öreg! Hogy nem balhézni szeretni. Ja, hát tudom, tesó, hát... Mi tök izé barátságosan hívtunk ide titeket, vágod, nincsen para. Ja, csak hallottam egy kicsit csukdolózást, véletlen, mert hát az első CVD-tök ugye bárki van törve, és közel voltunk.
Nem arról volt szó, szerintem félreérted a szituációt. Jó, rendben. Jó, nyugi, nyugi. Oké, bízok bennetek. Nem mondom, volt üzletem közületek egy emberrel. Persze, vágom. Csak, hogy szeretném megtartani ezt a jó üzleti kapcsolatot. Persze, az... Szerintem kölcsönös. Nem bírok beszélni. Lent, persze. Szerintem respektálunk mindenkit. Így van, tesó. Stevie, nem akkor van. Intézed? Aha, aha, ja. Ja, várjál már, mennyi fegyver is kell pontosan, meg akkor... Hát egy előszörös árban egyezünk, hogy mennyibe kerül. Figyelj, mennyit gondoltatok akkor? Hát, ti mondjatok egy árat. Heavy-t tudunk adni, ugye? Heavy! Sima pisztolyt, nem? Hát, sima pisztolyunk. Az érdekelne leginkább. Dehogy nem, hogy ne lenne, van itt bármi, csak szép alaposan izé körül kell nézni. Jajj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 aj
Az sok. Hát annyi én megveszem a boltot is. Mivel azért szerintem vagyunk olyan kapcsolatban, mit gondolsz, Lajos? Hát szerintem legyen egy... Próbáljunk meg akkor lealkudni. Majd én alkudok fel egy szívé, legyen 11. Én mondok rá egy erős 10-est. És akkor mondok itt. 10-es, na hát kell gondolnunk, azért nem úgy megy itt a street-en, érted? Olyan kupak tanácsot tartunk, akkor odébb megyünk egy kicsit, aztán megegyezhetünk. De csak egy kell? És mennyire lenne szükségetek, ja? Hát, hogyha 10-esbe adjátok, akkor mondjuk egy 5-6 darab fix. Jó, akkor 5-be egyezzünk meg, és akkor legyen 50 ezer. Csoda lesz ez? Jó. Bassza. Erre csörgök itt a tesóknak, mert még mi csicska gyerekek vagyunk, vágod, aztán hozzá kell férni valahogy. Nyilván gondoltam. Én is telefonálok, hogy valaki van-e. Nem találkoztunk. Nem ilyen felveszi valaki. Nagyon baj, hogy nem. Szia Louise, szia Cassie amúgy, cső Bulldozer, cső mindenkinek. Az micsoda Beamy? Mert ilyen nagy a telefon? Baj van. Gyerünk, vegye már föl. Connection failed van. Az gond. Ha jól érzem, nem sikerül elérni őket, így van? Hát én még nem tudtam senkit. Ajaj. Cső Dani amúgy, szia Sometime King, cső. Mindig meleg van amúgy. Pillacukor klippek óta izzadok. Nekem nekem nem sikerül sajna. Nagy a gond, egyelőre nekem se. De már inkább csináljuk azt, hogy... Itt vannak. Ó, bassz meg! Jó napot, uraim. Szevasztok! Szevasztok, tesó! Kávaszbak kell ezt pulyolni. Kávaszbak kell. Szevasztok, szevasztok. Nem ismertek meg haver. Lajcsi vagyok, meg izé. Stevie, tudod, csá. Vagyok Kálus a haját, tesó. Van itt magasabb rendű úriember? Van. Igen, hívom már akkor. Intéztük a bizniszt nektek, tesó. Jajjön. Öt fegyót akarnak. Én vagyok a Lamborghini-be. Volt egy srác közületek, régebben bizniszeltem vele fegyvereket. Vettem fel. Hát továbbra is szeretnénk megtartani jó üzleti kapcsolatot. Ezért érdeklődnék, hogy van-e még sima pisztolyotok eladó esetleg. Mondanál egy nevet? Hát Kutyuli, úgy ismert egyébként, vagy Jackson. Tuti vágjátok, hát Kutyuli. Persze, ő az Kutyuli tesó. Van egy jó szívünk akkor. Hát, hogy? Kutyuli LK-hoz a közünk. De, ja, ő nem, én vagyok. Ő Kutyuli. Ja. De egyébként, hú, várjál, megnézem a telefonot. De szerintem mert az lehet, embered az... van írva. Engem, aki kiírzek őket, kutyúlyozni nincs hozni. De valami megafonban beszélsz, öreg? Nem. Csak szalik, ahol fejembe hangszálak. Az a baj, úgy volt beírva, hogy kék csávó, esetleg egy telefonszámot tudok mondani. Na, mondjak. Pillanat. Ó. Ne hidd meg, pont telefonokat. Persze, haver. Persze, öreg, mindenre készen állunk. Valaki ad egy baseballs. Ja, mi lett a hangod, Talajcs? Ja, persze mindenre készen most.
Vágod itt? Mondják, igazi tesó akarok lenni, ezt próbálok. Nem tudom megbízni, az a gáz. Én ezt kettem. Mi a szám? Jöjjön öreg addig. Hallott esvére, hogy baseball stat. Részesedésről beszélgetünk el egy kicsit, azért érted. Most fogunk számolni, hogy nem. Megnézni az a baj. Ja. Az sincs. De megcsörgetem. Itt szólsz egy varázsgombához, tesó. 49, 8, 9, 7. Jó, ezt küldjük ki, ez már nincs köztünk. Úgyhogy... 187. Na figyelj, kagunk egy számok, hogyha főnök visszajön. Egy nem kagunk, valaki adja meg a számok, kiinkézi ezt. Mi? Én megadom. Biztos? Kék hajag meg. Mondhatja, uram. 560 Nagyítson be, 560-5227. Hallod, Sti? Stevie, gyere már egy kicsit külön. Na gyerünk. 560-5227. Hallod, most mi a fasz lesz? Én nem tudom, hát elkerüljük a pénzünket a kék arcoktól, értette soha. Nem is az a vagyunk. Tény, nem baj az. Azután le kéne menni majd a vagaszhoz. Megölni őket? Nem. Ha nem? Hát mindjárt mondom, tesó. Elárulni a kékeket? Persze. Mint a szar. Olyan nagy izé. Amszerek vagyunk. Aha. Nehogy ők is hallják, mint kutyuli. Talán meg megyünk a izé pirosakhoz, haver. Amúgy nekik nem tűnik fel, hogy nem vagyunk velük. Amit így őszintén, tehát őket nem zari, itt vagyunk. Két fegyben minusz. Nem tudom melyik volt, de itt nekem is minusz, meg ahogy hívjátnak is, Bacsónak is. Tesó, itt tegnap az Ucsiba gengeg. Jaj, Lajos meg Stevie. Kalandozások voltak. Ahol munkának vége valakinek. Kizé respektáltuk magunkat az OG-nál, azt mondta, hogy nyugodtan bejöttünk a streetre bandázgatni, meg ilyenek. Vágó Pista? Aha. És magát? Most hívhatja? Lajos vagyok. Lapos. Lapos Lajos. Szevasz Lalika. Szevasz öcsém. Mi a pálya? Egy izé. Most meg leszólítottak minket, hogy szevasztok, meg minden, és akkor mondom, intézünk nektek egy kis bizniszt, tudod? Így a bizalom jelképér. Vágod, hogy megy az itt a streeten? Na jó, van. Kik a faszom? Hogy is hívják a piros hajuk? Ez Stevie vagyok, haver. Na. Akkor KG lesz a bangába. Hallod, kék haj? Na. Mondj ez. Az original. Igen. Hallod, ezek kik a faszom? Most mondtuk el be ezek süket, vagy tesó? De ezeket te vetted? Várj. Gyere kicsit velem, gyere, maszkos, gyere velem. Hát Migri, most mondtuk itt a szövegeket lazába, faszába, érted? Na jó, van. Jobbjában valami lepettet lelika. Ha jó a neved, ez elég menő név, baszki. Há, hogy ne. Rapper, amúgy mind a kettő rapperek vagyunk Stevie-vel. Kicsit ilyen izé, nyelvágon előadásokat szoktunk tartani. Akkor valamit jobbjatok ma. Jó! És akkor Lajcsi a színpadon kezeket fel! Stevie is itt van, yeah! És akkor mindenki egyszerre! Krips, tesó! Krips, tesó! Hát ez most még az így folyamatban van, még írjuk a szövegeddel, készülünk nektek egy nótával. Ágod. Hát ez most full impro volt, de hát mindenre jók vagyunk. Kis demo tesó. Szóval azért is. Stevie a másik, meg Lali. Jó. Így van. Valaki ad pénzt, mert elvették. A majukalok. Hogy hívják? Én Zsí vagyok, kedves másik Zsí-bohákom. Azt már fölmegytök véve itt a fejetekbe? Itt az F2-s bácsinál? Miről beszélsz, öreg? Kicsoda? Nyomd meg a fejbe az F2-k és ott lát, hogy föl vagy-e véve. Ja nem. Ja, azt nem csinálta meg, azt mondta csak, hogy csak egy járjunk veletek, meg ilyenek. Én is még csak életművész vagyok, testvére. Neked mi a neved? Az a helyzet vége. Armadó a kemény. Na, álmadó ki meg legjobb hangszálgat, itt szinte kiabász. És nagyobb fáj fülem már. Bocsánat. Elég, hogyha nekem szól. Ismeritek... Mi a baj? Rozelinos Károlyt. Zsuda.
Vazelinos Károly így mutatkozott be nekem. Testvérbátyába gyerek. Tényleg? Mondjad? Kicsit. Az igen, kicsi a világ, akkor basz. Vazelinos Károly? Nagy. Igen? Mi van Vazelinos Károlyal, Stevie? Semmi, hát azt mondja, hogy a tesója. Ja basz, hát mindenki a tesó. Egy alumbú. Armando, miért vagy ilyen kemény? Hát egy teletek devet. Armando nem kemény. De akkor gyere boxoljuk. Bocsi, nem téged akartam. Jön Armando! Üssed Armando, tesóm, nagyon kemény vagy. Gyere, na most velem, hát. Na jó van, húzzunk a faszba, Lajcsi. Ja, persze, beszélünk a menni zöld autónkba. Oké. Kijöttem utcára, de a többit bátsuk. Lekek végyezekek? Csányíkok! Energy, köszi ti és Armenikat, köszi szépen! Most az egyik kocsijukat van. Vágod a rep, az nagyon komoly volt. Szerintem azzal levettük őket a lábukról. Mosolygó arc. A kompanya, köszi ti és 13-ikat. Ez most a legkeményebb küldetésünk lett, Lajcsa. Sikeres. Vágod elárulni a Crips? Hát egy részsel is elárulunk őket a faszba. Persze, meg ellopjuk ő most a kocsijukat valahogy. Hát te vagy én? Hát mindketten. Én olyan vagyok, mint egy kaméleon, amúgy csak mondom. Meg kéne őket figyelni amúgy, tesó, mert... Az a sötétkék verd, az nagyon kemény lenne a seggünk alá. Szerinted az nyitva van? Valami fekete kocsi jött oda, hallod? Nem lehet, hogy a fegyvereket oszták? Ja, de... Az a baj, hogy ott kengelnek a kocsinál, tesó. Mondom, a jött még egy. Van a taktikát, oda kell futni. Igen? Mondani, hogy izé, láttál itt egy vagaszost, én meg addig ellopom a kocsit. Jó. Szólj, hogyha készen állsz rá. Mehetünk, hát közösen futunk oda. Itt bujkálnak a vagaszosok erre, most vettük észre őket. Baszki, futás! Úristen ember! Hallott, tesó! Mentünk egy sarokkal, legalább 6-7 tizé, sárga arci tizé. Jönnek? Jaj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 
semmi fücsed. Kurvára nincsen semmi, baszki. Kakkok, bazánk, sárgány. Nekem még a zsebem se nyír meg. Mindenki hákul, azonnal mindenki hákul. Elnézek még oda kocsival egy kör gyorsan. Hova há? Hát, hogy ott van nekem még. Óvatosan, remélem nem lőnek rá. Meghaltam, szeretelek titeket, testvéreim! Szászt. Ez könnyű volt. Jó, ha húzzunk a picsába. Így most mennyi hivatalosan is kriptesek vagyunk? Ja, amúgy tényleg. Aj, bazd meg. Most menjünk be... Bepattantál, azt jöttél? Azt mondtam, hogy izé, megyek megnézni, ott vannak-e még. Nem semmi. Hello! Szevasz! Azért nem volt beszédeskedni. Hát tényleg nem. Tényleg arra megy. Most izé köpjük be a vagasztosokat? Ha? Ja. De kinek? Milyen bandák? Oda a vagasztosok nagyon csicskák. Emlékszem, mikor még a családdal nyomultunk, akkor izé... Michelangelo vágod, ott éjjel halt, gyakorlatilag ott mellettem, azt oda mentek kipakolni. Köcsögök amúgy velem is kibasszak, ki kellene baszni velük valahogy. Akkor melyikább a kékeknek segítsünk, érted? Akkor mondjuk azt, hogy eláruljuk őket, de mégse, és eláruljuk a sárgákat. Jó. Ez jó. Oké. Ez nagyon jó lesz. És hogy? Hát Tabrex! Jaj, ez egy csőszabolt. Tő mindenkinek. Jó. Itt vannak? Nagyon kihaltnak tűnik. Hopp, itt van valaki. Szevasz! Hola amigo! Ezt kap be akkor, baszki. Hát ez gond. Hát ő nem túl beszéles. Nem. Vehette meg a gyász. Többi bandával, vagy várjál csak, előbb itt volt ott fönte valami lövöldözés. Lehet, hogy arra lesznek még a mexikóiak. Ja, amikor átmentél rajtuk tényleg. Igen. Vagy a strip klubnál lehet az is. Vagy ott is, ott még talán, ott még nagyon szép, frissebb kusik is lehetnek, mint például pillecukor.
Ha úgy tudom, hogy mondja neked, légy szíves. És mi van, hogyha meglátják az autón, akkor szétrőlök még a faszomba? Egyetlen megbasznám, ember. Hú, te is? Hihetetlen. Közösen? Én benne vagyok amúgy, megkérdezzük tőle? Aha, felhívod? Jó. A basszik, eltűntek a számok a telefonom. Az a DV nekem sincs meg. Hogy de nem, nekem is eltűntek az üzeneteim is, vágod? Kádogi Csafa Polon. Hát itt vágod, senki nincs. Na, de... Ne már! Kurva nagy gond. Izé, tweeteljünk neki egyet. Tényleg, ember, ez nagyon jó ötlet. Jó. Nyomod vagy nyomja? Húzoljunk be, persze. Majd nyomom én, várjál. Írjad, hogy izé bepartiznánk, és akkor ezen a számon kereshetsz minket, hogyha úgy van. Vagy mi a számom? Jó, hát ezt meg kéne jegyezni, bazeg, ez túl banyolult. 9537065. Én most elfelejtettem, bazeg. Jó. Jó, várjál, várjál, felírom. Nem, nem tudok írni. Akkor megjegyzem. Vagy... Leírom és... Lediktálom. Az is jó. Várjál, akkor pózolj először. Hogy kell tweetelni. Hogy csika... Hogy geci... Hogy néz ki a képem? Várjál. Nem tudom még, hogy kell posztolni annyira. Nem igazán ezt akartam most itt művel. Hogy kell posztolni? Vajad legugolok. Az nem jó. Oké. Okay. Faszomat. Nem megadni, hogy kell posztolni? Fogalmam sincs. Hát ez lesz az szerintem. Sincs. Figyelj, most gyere ide mellém. Jövök, várjál tesó. Csak itt repkedek, mint... Hoppá! Edd megjön a vagasz is közbe. Szólj, ha mehet! Öröket! Na várjál! Hú, de szépek vagyunk! Ez nem így kell, hogy kell Twitterre posztolni? Na jó, csináltam, mert én nem tudom, hogy kell. Jó, megnézem. Aksicserik a fülesbe, baszki. Ah! Nem ilyen szar lesz, mert már egész nap szar volt. Lehet, hogy ma füles nélkül játszunk tovább. Jó lenne. Ez csak a kamera, tudom. Nem, elvileg jó, de sose lehet tudni, ennél azt észidéznél. Ah. Nem mentem ide a... De ez eddig így működött? Nem mentem ide a Twitter abba, az nem volt jó. Ha nem csodálom, oh. Nem twittelt valamit? Amy Jewel elvágod? Sikerült. Vágod ilyen URL-t, hogy kell verenni? Nem. Jó, én se. Mit szólsz, hogy csak kiírjuk? Az is jó szerintem, maradjunk annyiba. Írod? Aha, hogy ne. Imgorra kell feltölteni, de eddig ez nem ilyen volt, nem? Eventre nem mentek? Van event? Milyen event van? Jönnek a reportok az eventre, de milyen event van? Oda kell katni, csak ragd szegeresre. Jaj. Ó, megvan! Várjál, megvan. Baszkép, meg twitteltem egyet. De várj, ezért lefotózom. Kommentbe oda tudod rakni? Persze, oda rakd utána. Szia, pillecukor! A szívet kuglófjának egyetlen masolája ismét a városon. Lajcsó, árult téged egy meghitt éjszakára. Keresd minket! Jó, megvan. Remélem, látni fogja, baszki. Hát oda rakta a képet is. Jó, ki mondaná erre nemet? Ez nyert ügyünk van. Azért nem tudjuk a számát, mondjuk szerintem nem nehéz szerezni. Menjünk be valahol, azt kérdezzünk meg valakit. Úgyis mindenki tudja szerintem. De azért lájkoltam a saját izémet. Vágod, az buzis. Ja, olyan, mint a leszopnám magam, de legalább egyel több lesz rajta. Állítsunk meg valakit, azt kérdezzünk meg, mi a pillanatszuk a telefonszáma. Úgy tuti ismerik. Ez egy jó ötlet. Van baj ezért hát, itt az FPS-en, na majd őt! Vagy valami.
Ő biztos ismeri, ilyen autóval hogy ne ismerni. Hello! Á! Egy kérdés! Nincs meg pillecukor telefonszáma véletlenül? Nekem nincsen. Na baszki! Tudsz valakit, akinek meg lehet esetleg? Hát, fogalmam sincs. Jól van. Keresd, amúgy nem tudom. Valamelyre ott a városon kívül. Városon? Biztos? Hát, ott van. Hát jó, elég tág fogalom. Ez tényleg eléggé. Hát ő is elég tág szerintem. Hú, tesó, az biztos. Most ezzel a probléma, hogyha tág vagyok. Mert mi nem maga? Nem maga tág. Pillanat cukor. Azt nem tudjuk, hogy maga tág. Nem vagy buzik. Uram! Fogja vissza magát? Macskos. Azz meg, ez beteg. Macskos. Még ki is szállt, vágod? Következő mondod az lett volna, hogy tegyük be. Nem kurtok meg, fiúk, vagy valami. Ember. Keresünk-e még valakit? Nem működött. A publikba biztos tudják, ott mindent meg lehet szerezni szerintem. Azt akartam kérdezni, hogy bemerjünk már részkedni oda? Persze, klipszesek vagyunk. Nincs megállás. Nincs is senki, ez most kamaj? Senki. De ott van, vannak. Ó, hoppá. Az egy csaj. Lehet, hogy pillecukor van ott? Azt ki lehet. Gyors, menjünk. Ezt nem tudjuk bezárni, mi? Ezt nem hiszem. Az gond. Jó napot kívánok! Jó napot! Az gond. Ő nem beszédes. Ő egy anonim. Így van. Hoppá, hoppá, hoppá. Na várjál, csak csajozósba vágom magam. Szerbusztok, lányok! Üdvözlet a hölgyeknek! Sziasztok! Mindenki afkal a publikba? A kurva élet! Oh. Hello, hölgyem! Hello, hello! Hogy van ezen a csodás szép napon? Remekül, köszönöm. Hát én köszönöm, hogy ön létezik. Hogy a világon van. Nem ismeri esetleg pillecukrot? Nem. Ezt hallottátok? Jól van, hölgyem? Igen, igen, jól vagyok, köszönöm. Ben. Furcsa hangot hallottam. Igen, én is. Minden rendben akkor ezek szerint? Igen. Jól van, hölgyem, akkor szerintem nem zavarunk. Ez nem akarok itt bármibe beleavatkozni. Uram! Egy tuti fel volt dugva ilyen anál intruder 2000. Uram, érdés. Igen. Nincs meg esetleg pillecukor telefonszáma önnek? Nem. Baszki, senkinek nincs meg? Nem, ez nem lehet igaz. Baszki, nekem írt pillecukor Twittert? Na! Ó, más szó, találkozzunk valahol, ha már ennyire szerelmes vagy. Ó! Írunk neki kommentet, hogy akkor találkozunk mondjuk a gáton. Jó. Oké, küldtem neki. Jó, menjünk. Jött, ellopják a kocsink. Csá, kutyuli! Csá. Na, hát ez szuper gyorsan, ez egyszerűbb van, mint gondoltam. Gyorsabban ment, mint gondoltam. Először is bocsánatot kellene kérni, hogy több százezerrel lehúztuk. Hát az, ja, az lehet. Utána megkérdezi, hogy bírja a dupla penetrálást. Jó, rátérünk majd gyorsan a lényegre. Hú, geci. Nagyon rossz. Minden jó vidék, köszi a kérdést. Vetnek minket? Össze kell szedni a gondolatainkat. Nagyon-nagyon... kifinomultan kell megfogalmaznunk. Üldöznek minket? Lehet, van rátok tartva. Ne baszki. Hát akkor én is tartok rád fegyvert, mit szólsz? Én meg az újabbat, baszki. Most akkor mi van? Hallod, ne basszál már ki velünk, megyünk csajozni, tesó! Ja, majd találkozunk később! Majd utána jelentek. Jó, akkor szevasz! Most mi a fasz van? Szállj, oké. Jó? Elvettek. Hát nem az szomad. Szóval jó fura volt, tesó!
Őre azt mondták, hogy az előbb megkérdezték, miért majd csak... Nem, úri ember, baszki. Igen, mondjuk valahogy nem tudtam lelőni, mert ilyeski a fejére céloztam, lehet, hogy kiértem a formából. Hogy nem kaptak egyszer, tesket? Nem tudom. Lehet pont úgy mozgott. Mondta, hogy izé elmennek. Direkt lőttem mellé, egyértelmű, direkt lőttem mellé. Lehet, hogy fogják megutálni, nem? Ja, amúgy nem is a gátra visz a GPS. Ja, az baj. Mondjuk én azt hittem visszalő, hogy őszinte legyek. Én is. Kicsit én aggódtam is, mert nincs nálam fegyver. Kicsit aggódtam is, mert nem telt olyan golyóból. Mert csak meg akartam ijeszteni természetesen. Erről eszembe jut egy nóta. Igen? Milyen nóta? Ez TBG, nem tudok jól lőni. Ez jó! Sosem fognak győzni. Itt a végad, feled! Így erre gondolsz? Igen. Húha! Elég komoly utak vannak. Emlékszel, tegnap itt beszéltünk az ilyen problémákra a szemeddel, most így nekem is van. Ugye, szokottam úgy, igen. Tegnap nem volt. Ott autókereskedés. Itt van már vajon? Szerintem pont ő jött mögöttünk, nem? Igen, lehet. Ott jön valaki. Elrakom a pisztolyt. Baszki. Hú, milyen kocsia van. Ellopjuk azt is? Valaki, JJ! Csá, tesó! Csá, tesó, azt akarom kérdezni, nincs eladó, mi az, várja, öt eladó fegyverünk kutyulinak? Hát nem hiszem, eltűnt a családi ház. Itt ja. Kértem a izébe mellette, kirúgtak a házból. Jó, passzi, tényleg, téged is? Fuss fel ide a gárhoz, itt vagyunk a közelbe. Mondjad neki, tesó, nagyon kripszesek vagyunk. Várj, izé, öltöz be, kripszesbe, mert izé, kripszettünk, vágod? Akkor indulok, csá. Pire cukor most írt, vitted, hogy 3 perc és itt van? Akkor az nem ő volt. Húha. Az majd gond? Meg egy JJ írt izé. JJ, Lajos, Steven, hol vagytok? Még a háznál van. Honnan sívott engem amúgy. Cazdom iszi a marcus ső. Ez a vékony hang volt? Nem lehetett a vékony hang, nem? Ő karta, mi a helyzet? Ez a hang volt, ez nem a vékony hang. Max, az én hangom, ez nem a vékony hang. Tényleg? Az gond. Nem ez volt? Hallod, tesó, most mi a hangom van? Hát, tesó, olyan, mint egy 6 évesnek, vágod? Azt gond. Vágod, valami nem jó, akkor itt a rapper hangomban. De eddig abban a flashben voltál, hogy az a fullos autotune? Ja! Vágod, végig azt hittem. Én kicsit furcsátom, de azt hittem, hogy ez normális. Vágod, én végig azt hittem, hogy az autotune talom. Mert ott őszintén szólva, ott a klipszeseknél kicsit furcsa volt így a produkciónk, de amúgy... Pazzi, most isik le! Azt hittem, hogy a klipszévágon autotuntolok. De hát végig a kisgyerek volt. Az gond. Ez a kisgyerek. Hát, mert ez űrlény flash nagyon. Nem is lehet hallani, mit mondasz. Most te show, mint izé, Darth Vader, aki megevett egy... Hát fasz se tudja mit. Lajsi! Én haltam faszomba! Kicsi! Kurva eget, kit hagysz pénzt cukorral, ember? Könnyedek a lehetést, mert fú! A kurva élet! Nézeket! Azt meg! Hello! Hali! Pontot raktam az ügyünk végére. Azt kell mondani, megölt engem, igen! Nem észároltam Lajost, mert a szerelmünk úgy gondolom, hogy erősen illetukor. Hát te múltkor még elküldtél, tehát hogy... Küldtelek, mert nem voltam tisztában az érzéseimmel, de nézd meg, mit tettem Lajossal, érted? Még nincs rajtad, gatya! Jaj. Ez sok geci, nagyon jó. Így vártalak téged, meglepi. Nagyon szexi, nagyon jó, főleg az az okni papucs esküszöm, mindjárt rákerjedett. Igen, most követtem itt a izé. Mi történt az autotúnom, macset?
Valami nem működik. Ah, biztos, amúgy bevallom őszintén, éhen halt szegény, vagy nem tudom, összeesett, baszki, úgyhogy kéne még azt hittem, hogy az autotón megy. Ez kérdésünk lenne majd. Ez autotón? Nem tudom, mennyire vagy benne az ISP-be. Várjál. Hogy az ez az! Várjátok, vannak inkább ilyen... Vannak ilyen tekerők az OXLR-en, most mi van? Na várjátok! Mivel foglalkozol? Eltekerem őket! Hol vagy? Jó vagyok, mi mindig striptease táncos vagyunk. Aha, most figyeljetek! Mikor szoktál dolgozni, amúgy meg meg akartunk látogatni Lajcsival? Heti 4 napon vagyunk. Elméletileg ma 8-tól leszünk nyitva, gyakorlatilag a főnök azt nyomó. Ó, igen. Hát ez mi volt? Életet kell verni. Rossz? Vagy életet versz esetleg Lajcsiba, ha érted, mire gondolsz? Miki, egérre, várjatok. Leúszok a pincset. Tudom, mire gondolsz? Most pofozzam fel, mert... Hát igen, meg kéne melkas nyomást alkalmazni rajta. De ilyenekben nem vagyok jó. Egyszer voltam kórházigazgató, akkor is kipurcant a paciens első alkalmazása. Baszki, jó sok mindennel foglalkoztál egyébként. Kicsit, de nem sok minden ezért, csak az öldöklése. Na, most ezért felmérte saját magam. De vagy? Hát nagy boldog. Hát csak kétszer volt rá példa, de mind a kétszer elkaptak. Meg tegnap leszopott egy rendőr, képzeld el. Ez az autotun? Esküszöm, hazudság videóra rakott, és ahogy szedte le a kis tappan, csak ott rendes lecubizott. Tehát én meg nem bírtam mit csinálni neki. Levette a viszonyban. Hát... erre inkább nem válaszolnék. De para volt a szitu, megjön? Nem baszki, mert egy csávó volt. Mi várjuk, nem tudom, hogy működik ez a szar. Nem tudom, hogy működik. Megfutásból van rajt. Remélem, jönni fog mentős. A kut... Tudom, nem válaszoltak igazol... Nem tudtak kijönni, ha hívom őket. Nekem van ilyen. Szóval... Nem szokásuk kijönni általában. Az viszont gond. Az viszont gond. És... Nem kevesen van. El kéne vinni akkor a... Hát igen, akkor ez gond. És hogy veszem én fel ezt a jó embert? Hát nagyon erősen gondolsz így, hogy a kezeid így cipelni kezdjékért. Hogy így... Ilyen percipellel így jó erős. Jól felnyúltam az öreg Lajcsinak, szereti? Na, jó, nagyon. Akkor ott... A kórháznál, Tali? Igen. Okay. Gyere, Lajcsi, megmentem az életed. Meg majd a tetőablakon. Majd beszélni később, mert... Kinézek a tetőablakon. Ablakon. Igen, ez már luxus konkrétan. Meg akarjuk nézni majd a produkciódat a striptease bárban. Jól van. Na, kórháznát ad... Hogy mozgok, miközben iszé tekeri a kormányt? Ó, keci. Na, Lajcsi. Az igen. Most menjünk a semminek? Haló? Ajaj. Mi történt? Valami baj van és nem látom mi az. Ajaj. Itt maradtam. Ez gond. Itt van egy halott kék a földön. Az meg is elkap egy bohóc! Van egy halott... Ne! El fog vinni a... Kilútol a bohóc! Ne! Nézd meg. Ki fog lútolni? Lehajolok a kedves úrhoz, banyugnom a zsebemet. Tedd el a fegyvert addig. Ja, igaz. Kilútolnak! Szóval lehajolok az úrhoz. Szépen megyülök a zsebejébe, elkezdem tapogatni kezdem az urat, és valami nem tudom átkutatni. Nem vagyok itt. Akkor felveszem a vállamra az urat, így próbálom meg, így benyúlok a zsebébe. Aha, és itt a övére akasztva, itt a mackónak az övére akasztva találok nála egy pisztolyt, azt átakasztom az én övemre, találok itt egy dobozkában a farzsebében 49-50 millist. Visszajöttek! Az én dobot... Szeva bóc, tesó! Szavasztok! Itt hagytam a kis haveromat, mert itt megrottyant, vágott. Ő gutát kapott, vagy nem tudom. Aztán beraktam én a kocsiba, de valahogy... Jó, az Brex! Ja, vigyétek, nyugodtan, persze. Király, kösz. De még amúgy nyugodtan csinálhatsz vele akármit, amit szeretnél. Ne, vigyétek, persze, vigyétek, csak kikutattam már, hogyha arra jár.
Mondjuk igaz? Kezdjük el, már erre járok! Segítsek amúgy? Geci! Nem kell, megoldom! Rébb tudnám menni, hölgyem, légy. Hogy mit pakolta a tesomtól, most jut eszembe? Micsoda? Mit pakolták ki a tesomtól, jaj! Elpisztolyt találtam csak nála. Ja, és nem akarod visszaadni? Á, nem. Csóró gyerekek vagyunk, baszom! Azért belelököm a szakadékba, bazd meg. Letedik az idő, akkor mi lesz? Hát akkor újra tudok életni. Le tudok spawnolni. Egyre egyszerű. Bocs, haver, bocs, bocs, bocs. Semmi baj, menjél nyugodtan. Menjetek, csak nyugodtan, úriember vagyok. Alapvány, most elbaszódott az izé. Meg kell néznem neten, hogy hogy kell beállítani a... Nem tudom belelökni. Ja, Izzy be akarja lökni. Meg kell nézni, hogy kell beállítani az autotunt a GoX-en. Várjatok. Autotune GoX Error setting. Na, ezt megjegyeztük, baszki. How to advanced autotune settings. Na. Micsoda? Álljatok már félre. Álljatok meg. Ja jó. Csak néhány szóra. Csak álljunk meg. Rendben. Csak mert fegyver van rád tartva azért. Mert. Hát én nem láthatom sajnos. Ja, értem. Jó van. De azért beszélgethetnénk egy picit, nem akarunk semmi rosszat. Hát nyugodtan. Ebben mi lesz? Az a rossz, hogy meg vagy a halva és nem bírok hozzászólni a történéshez. Barátom haldoklik, persze ja. Mondjátok. Na jó van, menj. Akkor a kórházi kísérjünk azt, akkor majd ott beszélünk. Jó, na. Jó. Na, ez így már tetszik. Na baszki, ja. Ja, mindenki ezt mondja, hogy minden fegyver van rátartva, ez egy fura szokás itt amúgy. Lajos meg így! Azt meg, mit történt ezzel? Ki akarnak írni? Hogy baszódhatott el? Mi kell beállítani ezen? Elbasztam valamit, pedig annyira jó volt az autotón. Ó, oké. Lajos most tényleg lapos lett, ez így tényleg így van. Persze, Lajos kicsit szellőzik. De a mentős itt 100% hogy felszed, ugye? Tehát nincs, hogy meghalok, gondolom. Ugye? Jól tudom. Viszlek, Lajos! Na várjál, hogy is kell ezt csinálni? Van mindig itt egy orvos, itt is van, aha. Nincs sem $500, mert azt ilyen azt nem vett el amúgy, csak nincs sem $500. És akkor átadlak neki, tesó. Hát nincs pénzem. Tiszteletem. Tiszteletem? Az gond. Na várjál, nem tudom, mennyi csak pénzem van. Segítetek, hogy, hogy kell rakni, segítsé. Meg leszek, csak... Egy kis állapészt adok a doktornak, ha érti, mire gondolok. Értem én, mire gondolok. Csak nyugodtan, uram, csak nyugodtan. Hopp, na most lesz jó. Na, sikerült? Igen, igen, csak egy kis pénzt adtam a zsebébe. Hoppá! Aj, remélem megmentik. Hogy visztek? Elvisztek! Hogy visz? Mi a fasz? Ez így néz ki. Jó, ki van gyúrva, baszd meg! Ide hozzák, ide! Én még nem bírom mozgatni a képet. Ez baj! De szeretik egymást. Anti, most kajak, ide bújtál egy izé? Van egy kis baj! Várjál, nem bírok mozogni, chat. Nem csinálok semmit. Fotót készítek anyámnak az időről, mindjárt jövök pillanat. Mi történt van? Bebugoltam? Persze fotózgatnak, de senki nem segít. Kurva élet. Közben itt elószámot cserén. Ha már adom is. És mi történik? Ez normális chat? Szóval mondhatom. Mondhatod. 99. Ha jó lesz, ja jó, akkor várom. 9. 798. Nem értek, ilyenkor animáció lenne. Ha most az nincs. Még az gond. Kicsit hideg ez a rövid gatyához, uram. Hát elég rám nézdés, akkor már is megválaszolja a kérdést. De, eléggé hideg. Most várunk. Mindenképpen. Jó. Éj, Janti, jó vagy? Összement egy kicsit a
Semmi baj, hát Drex pedig nem vannak itt ilyenek. Úgyhogy, ahogy el lehet lenni, vannak normális emberek azért. Sok sikert a barátjunknak. Remélem, hogy sikerül összeszedni magad. Gyere, Antikám, beszélj. Tudok beszélni ilyenkor? Én is. Lajcsi, te adj magunkra. Itt vagyunk pillecukorra, Lajcsi. Ennyit kell várni, chat, türelmetlen vagyok. Türelmetlen embernek tartom magam. Kíváncsian várom. Az a remény megvár. Gyerünk! Pénzt azt nem tudom. Gyerünk már! Azt olyan türelmetlen vagyok. Nem, Isten őriz. Nem. Soha nem volt szükség. Örgök, mint az állat. Csak néha jól jött. Lajcsi nem ezt mondta. Lajcsi azt mondta, hogy csak a fel. Szevasztok, Krips! A Krips for Life, tesó, szevasztok! Ó, paszki, mi történt? Csá, vágod izé! Ó, mi történt? Nem vágok róluk sem. Na hát akkor most látod. Vágod, elég fura flashbackjeim voltak, vágod, tesó. Érzesek vagytok, azért. El is hiszem, itt a démon hangon beszéltél hozzám, öreg, aztán... Meg valaki a gatyámban nyúlkált, vágod, rámarkolt a faszomra, és még nem is pillencukor volt az. Nem ő volt. Nem én voltam, Józsi bácsi volt. Valami akkor a partolás vagy pedig a pali, aki mellé. Ja, tényleg valami ízé pisztolyt tartottak a fejembe egy másik autóból 50 méterre, azt mondta, hogy álljak meg, itt várnak, minket beszélni akarnak velük. Na jó, beszéljünk velük, meg a Krips tesó. Őr, nem félünk. Jó, nem, persze, megfélemlítjük őket, mi vagyunk a legnagyobb arcok. Legyen így. Baj van, akkor mondjuk... Nem a pénzért beszélünk vele. Csícsi! Várja, hol kell menni, jó, most baszik. Vágom. Itt erre visszafele kell amúgy. Ja, kicsit meg vagyok zavarodva. Rég voltam már ilyen gettós, vágod? Na vágom, én is. Nem gettósan keltem fel, vágod, de most... Én meg fehér vagyok, mint a fal. Nem baj. Elmentek? Úgy tényleg, faszik, hó, fehér vagy ember. Jó az így. Így a jó. Vágod, az autotúnom nem jön. Nem a hármas az autotún? Hát... De. És hogy vannak itt azok a csúszkák, hogy vannak neked becsúsztatva? Nekem a bal oldali van, csak beállítva, vágod? A jobb felső... Reverb? A jobb felső az teljesen nullán van. Az meg neked szerintem fel van véve. Tármi szemben elvitték a gettós kocsit. Hallod, mi megloptunk egy Krips-es ettes. Ja, hallod, mi is loptunk, csak elvitték már a másodikat. Most hol vannak ezek a rossz fiúk? Lopjunk egy másikat, nem tudom, itt hagytak minket. Szerintem elmentek meg untam. Kik voltak, te nem vágod pillacokor? Nem, fogalmam sincs őszinte. Most tudom, hogy köttet, hogy ismersz a városba. De hogy is? Annyi embert nem ismerek, főleg mióta új telószámom lett. Mindenkinek új lett, nekem az összes telefonszám eltűnt. Ja, nekem is, meg ízél, SMS-eim is. Valaki hogy ki vagy. Ja, hát sok ember így. De nem baj, a Twitteren mindig meg lehet találni, látod? És akkor most egy autónk van és öten vagyunk? Ja. Nekem is nem, van egy autó. De akkor megoldjuk szerintem, felveszem a csajomat átomra, aztán mehetünk. Jó. De várjál, Stevie, segíts már még ide telefonon beállítani ezt a szart. Na, jó, de akkor várjál, a reverb az full jobbra van, ugye? Ne rakla. Nézem, tesó. Igen. Igen, echo? Ja. Echo nekem, az is jobb oldalt van, nekem 3 pont, tesó. Jobb oldalt van 3 pont? Ja. Várjál, tehát 3 pont hiányzik az egészhez, vagy 3 pont van összesen? 3 pont van összesen. Oké, igen. És mi van a genderrel? Nekem az nullán van, meg akkor az nem világít. Pics is nulla. Nem. Ja. Jó. Elvileg jó. Most be van nyomva? Most van benyomva. Jó. Vagy bocsánat. Ha valami adja szólna hozzám, baszki. Amúgy olyan, mint hogy kajak, az Isten szólítana meg. De nem, valami nem jó, a kurva élet. Vágod, én is izé. Át kell néznünk majd akkor. Jó, vágod. Hát én is ilyen rapper akartam, mint Stevie, csak nekem rosszul állítottak be az autotónomat a mikrofonomat. Pedig izé nagy gangster akartam lenni. Azt most meg egy... Ilyen vagyok. Beszélgessünk amúgy. Ilyen nyugodt helyen. Striptease bár? Felőlem. Gyűr. Még mindig kisgyerek hangom van, chat? Látod, milyen punk. Ez még mindig nem jó, ezek szerint. Micsoda? De akkor mi rossz? Ment egy punk. Ja, nem néztem. Nem tudom. És mi lesz, el akarjátok kapni a csajt? Mit kukázol? Ki? Hallod, tesó?
Ez a mi kukánk, bazd! Mit csinálsz a kukánynál, mi van? Ez itt a Crips kukány, nem látod, hogy ték? De az ődet kukáztam. Jól van, hát ez meg szintévesztő vagyok, szerinted érdekel, menjél innen! Jó, jó van, akkor csináljad. Intéztük a csöveseket, életszukat pillanat. Nem tudok beszélni a kurva életben. És megnézem már, mi van itt, ha úgy van, tudod. Ezt hát, sem veszélye, semmi szégyelni való. Itt is van még kettő, azt is megnézem. Egy kopos cigi, na már megérte. Ezzel remélem, le tudlak nyűgözni. Csá! Szép napot. Szép napot. Pillanat, már nem hallom az urakat. Nem a tág csávó? Stevie. Majd nézem csak meg jobban. Ezt hittem nem, ő olyan öltönyös volt. Nem, tágnak tűnik amúgy. Milyen jó az a kocsa? Uram, maga tág. Micsoda? Maga tág. Mert? Ja, csak kérdezem. Na. Akkor jó. Ismerünk egy tágorat, elég agresszív. Jaj, attól függ. Hát Lajos, most ráér szerintem. Jaja. Bevettem egy Viagrát már. Nem, Lajos, az más dolga lesz. Hát úgy tűnik, nem él az ajánlattal. Ó, vagy lehet? Igazából pillanatokkor rövid leszek, tömör és egyenes. Igen. Lajcsival gondolkoztunk azon. Ezt hogy is mondjam, baszki, lehet, hogy neked kéne mondani, Lajcsi. Hát... Várjál. Most ezt úgy kell kifejezni, hogy úriember, én meg nem tudok úgy, az a te részed. Jó, akkor mint úriember, itt kicsit szétkennénk a szádat. Milyen értelemben? Hát... Tudod, mint amit a nagy fiúk szoktak csinálni a nagy lányokkal. Igen. Csak szerintem egy kicsit fincs, nem azért. Ki a fasz vagy amúgy egyáltalán? Ki botta, hogy itt lett? Ja, bazeg! Hogy a cringe. Hát, és ki nem? Én! Na most mi van? Igazán nem kalandozok, nem kalandozom. Én a szőke herceget keresem őszintén, és nem kalandozhatom. Figyelj, a szőke, hogyha pirosat meg a kéket összekeverjük, abban milyen szín lesz, Lajcs, nem? Hát akkor veszel neki olyan, amit én egy lila. Hoppa, azzeg, az nem jó. Most lila herceg lesz, olyan is jó. Nem szó szerint lila herceg, nem szó szerint a szőke herceg, csak hogy én nem... Ilyen kalandos utakon járok. Én nem tudom, mi számít modornak, én az utcán nőttem fel, baszki. Hát a közel-keleten is csinálják azt, hogy egy nő több férfihez házasodik. Ez most is megcsináljuk. Hogy micsoda? Hát a házasságot kötetünk, egy triplát. Oké, nem tudom. Most akkor igen, mondasz. Azt hiszem igen, nem tudom. Nem vagyok semmi jónak elrontója. Így is van, én is ennek a híve vagyok, egyszer élünk. Láttam, az éppen is a gatyádat a comboron hordom. Látod, hogy lehet itt csajozni? Ja. Féltéken lett az úriember egy kicsit. Nem, én nem, csak ugyan is eltartam. Menjék el hozzá ennek a papruát addig, ameddig ráérünk. Micsoda? Ja, menjél, te leszel a kis innas, aki hozza a gyűrűt neki. Jött. Jaj, és mit tudottél? Már kilóra menjél. Ja. Ellopja az autónk! A kurva száját! Hallottam, hogy izé... Valószínűleg vágod, beült, ezt vágod itt, adom cső! Az uram, ez maga hibája. Maga hibája. Nem viccelődünk, baszki. Tudja ő, hogy gondoljuk? Persze, persze. Csak kicsit zavarba jöttem. Nem kell menni. Találok, mint közel is. Elég csak magában nézi, nem? Nem. Csak nézünk körbe. Ezen sokat gondolkodott? Nem. Nem? Ez csak reflex. Sávúj. Olyan szar volt, nem is figyeltem. Hát csak minden pilletet. Na. Eltöröm a gerincet. Fox járt a pillecukor kegyeiért. Ez nagyon fájt. Az igen. De nem is ismerem az úriember. Én bármikor harcolok érted, csak mondom. Akkor mutasd meg, ki az alfa hím. Nagyon észrevettem. Szétválnak útjaink, stb. Aztán meg elbassz egy kibaszott kort. Ó, oh, visszahozta. Tényleg így. Ó. Oh. Bocsánat. Ó. Oh.
Neked van ilyened? Ja, ezt mondtad, hogy mondtad volna hamarabb. Most kezdtem el írni? Te vagy a hőség. Vágod, számolod, hogy hány ember töltél meg, tudod, 25 a mai nap. Jegyzetelni kell, hát így van ez. Legalább visszahozták a kocsit. Ja, ő volt. És 30 perc és akkor kezdődik itt a show? Hát elméletileg igen. Milyen show? Gyakorlatilag a főnök azt mondja múlt. Hát ez kipizbárban lesz komoly show. Há. Csőki! Na bazd meg ő is! Istenem. Mert akkor csak meglátogatunk majd később is, hogyha úgy van. Jól van, jól. Csak nyugodtan. Te már tudod a telószámomat, azt akkor kerestek, amikor akartok. Jó, jó. Meg azt Steve, még én sem tudom a te telószámod. Mi a telószámod? Ez amúgy, ez tényleg, ezt menj már, mert küldj már egy üzenetet. Jó, mondjad. 99. Igen? 39. 798. Írok, várjál. Húz, gecit, el kéne kapni amúgy. Ilyen izé? Ugye számok megmaradtak. Rohadjon meg! Amúgy ez milyen dolog már? Találok egy izét, érted? Nem tudom, mit írjak, pont. Ki ez a sok ember itt amúgy? Hát én nem is értem, nem is értem. Mire érjünk rá? Nem tudom, fogalmam sincs. Én oda be akarok menni. Ja? Ilyen nagy bulákat, ahogy forognak a rudon, meg ilyenek, érted? Aztál pénzt? Hogy ne, tudok utálni, hogy az is jó. Ja. Mondj egy számoszámot. Vágod 3-25. Hozzá jöttél a cipőmhöz. Ja, akkor jó, hát a nálad nincs akkor. Itt van. Jó, ott meg. Lutaltad? Aha. 3-25, ugye? Ja, ó, megjött, fasza vagy. Ja, amúgy vágani nem itt dolgozok. Rágom. Én viszont igen, szóval... 1500 neki is. 1500 neki is? Így van, és akkor bemész. Van pénzem, neki többet adok lehet. Csak akkor van, baszd meg, már jöttem ide nagy pénzekkel. Lajos, adnál meg a telószámot. Isten, nem is gondoltam volna, hogy neked van ilyen hülye hangod. Adom várja. Kicsit el kell csinálni. Ne üvöltse be a kurva életbe! 953. Ő téged ismernek, tesót, az a telepi cigány 70... gyerek vagy. Az vagyok. 65. Tesó, ember. Milyen kerek a fejed. Amúgy tényleg eléggé. Mi volt 70? Foci labda. 70, várjál. Nem, nem értett. A 953 70 65 65. Vagy mi is a neved? Valami izé vagy? Vagy kretén? Mi volt? Á, szólítsatok csak Gino tesónak. Gino, vágod. Gino, szevasz Gino. Amúgy rég láttalak, megyem a faszodat. Minden, hallod, képzeld el, leszámoltak velünk, felszámolták a családot, úgyhogy... Ja, úgyhogy most már klipsz vagyunk. A dolgot, úgyhogy már klipszesek lettünk, ja. Mondjuk a fegyvereink is bennmaradtak, meg minden. Engem most raboltak ki, meg elvittek egy boltot. Meg kéne keresni, rá kéne jönni, kik azok az izék, az a bohóc. Azt a bohócot azt el kell kapni, baszki, azt. De jó, de miket, hogy lehet megtudni, hát kik azok? Igen, igazából bohóc maszk volt, vele volt egy csaj, meg egy ilyen izé. Milyen autó, milyen színű az a, ez is színű. De a króm ezüst. Ki a króm ezüst autókkal? Azok ilyen nagy csicskák. Igen. Na, igen, kik? Ott találjuk meg őket. Az jó kérdés. Azok vannak azt hiszem arra fele. Arra az olajfúrókutak fele, olaj. Meg milyen rák. Igen? Tudjátok, az már van? Nem. Ja, ott a kripszes izétes sok mellett, nem? Olajföldek vagy még tudod. Nekem aztán mondhatjátok. Nem tudom, jó, menjünk el az olajföldekre? Ott alatta vannak ilyen nagy gyárak, meg ilyenek, azt a között szoktak bujkálni, ott azt hiszem azok ők. Ó, vágom, mire gondolsz, tudod, ott voltunk nemrég amúgy. Az, ahol az olajfurókotak vannak egy ilyen nagy földön, az alatt van pár izé. Ilyen nagyobb gyár, ilyen azt arra vannak. Jaj, földek nem megyek. Én be. Hát ne is, mert be foglak dolgozni. Nézd ja. Meg itt izé, az egyetlen fegyőrünk amúgy akkor JJ-jé. Hát van izé, Chino-nál van fegyver. Hogy volna, bazeg, tesó, most mondom, hogy kiraboltam. Ja, tényleg. Na, kettő az már nem rossz. Akkor menjünk. Nálad is van fegyver, nem? Nálam? Nem, a csajomnál. Nálam? Ja, nálam van. Van egy. Akkor menjünk. Ja. Akkor kettő fegyver. Na jó, van, megyek, akkor sok szerencsét, srácok. Cső. Így jó. Cső. Az a most, hogy izé, Chino-t is fel kell venni valakinek az ölébe. Azt mivel megyek szerintetek? Buszhozni nem fogok. Mondanám, hogy elviszem, na. De gondolom rám nincs szükség, még nem tudom. Dehogy ne. Persze, hát mindig van. Mert akkor hozzám befér, mert két személy. Jó, hát akkor megyek csak Gino-vel lesz. Jó, megyek, jó. Nem tudok, besz. Hát miért nem?
Hát csak... nagyon jó kérdés, be van ragadva az ajtó. Hey. Hát akkor ide jövök, és hátra ülök. Jó, akkor vezetek. Jelölsz nekem egyet? Hát mit jelöljek? Hát területemet? Ahova megyünk, hát mit tudom én? Akkor... Kövessetek minket. Ja, kövessük őket. Ez a serfa. Aztán rohadtosan ám a csajjal. Gino. Én csak rá nem nézek öcsön. Harap. Jó, ez keci is akad nehetek ezen a mai napon, nagyon jó. Merre megyünk? Vágod, ott hagytuk Attillát, ő tudta merre van. De várjál, szintem tudom, ja, mire gondolsz. Szerintem erre kell menni. Hát valahova oda gondolt, azt mondta, hogy az olajföldek mellett a gyáraknál. Gerivok, köszi a tíres 30 éget, köszi szépen. Köszi, köszi. De furcsa úgy vezetni, hogy nincs a 30 halkása voltad. Ami hamarosan 34 lesz. Ú, de jó. A szerver mikor nyílik el? Most volt egy hónap, amikor sajnos nem tudtunk haladni egyáltalán. Hello. Most mi van, mit tolapsz elég? Izé, tesó, én izé, lelkibékézek egy 2 másodpercet, averó. 2 másodperc. Mi van, bika fejű? Hátul beleugyozok egy flakonba. Így nekem csak egy ember ül az autóba. Hát itt pedig nem egy ember ül. Csak én ülök itt. Hallom. Ja, úgyhogy sajnálom nem bírtunk haladni annyira decemberbe. Mert voltak gondok, amiket nem tudtunk befolyásolni, úgyhogy ja. Az a sztori, klipszesek vagyunk-e? Őszintén nem. Nem, hogy klipszesek, csak beöltöztünk kéknek, azt előadjuk mindenki, akik klipszesek vagyunk. De közben, hogy nem vagyunk azok, még a klipszesek is azt mondták. Hát itt vannak gyárak, ja. Mennyit egyenesen, hát ha... Chrome autókat keresünk akkor? Ó. Oh. Arra? Én nem látok semmit. El kellett volna vinnünk azt a csávot, aki tudta, hogy kik azok. De amúgy ő se tudta, csak hogy errefele vannak valahol. Ja, panka. Hello? Halló? Hol vagytok? Mit vagyunk? Várjál, hol itt? Hát az olajfúró hülyesége. Hát valahol mi is itt vagyunk, valamelyik utcában, de nem tudom hol. Mi valami sineknél vagyunk. Mi itt vagyok haverjai, mi a pálya? Valami sineknél vagyunk. Sineknél, köszi. Hát oda megyünk, itt vagyunk az olajfúróknál, mi is itt vagytok velünk szembe szerintem, nem? Itt van, nem messze, egy tetoválószalon. Ott vannak? Igen, mi is itt vagyunk a tetoválónál, itt vagyunk mögöttetek. Nem mögött? Ja, meg vagyunk. Ja. Csá. Csá. Láttam drittelgett és Gino-nak amúgy. De igen. Hogy ezt szenvedte. Persze. Ha ezt tudom, nem ilyen kocsival jön. Na, most akkor hol vannak ezek a szürkék? Hanka, köszi a tírés 15 igen. Nagyon jó kérdés, tesó. Milyen kromfimi autó? Kérdezzük meg a klipszes tesókat, ha már itt vagyunk. Amúgy, úgy is tudják, menjünk be. Ja, én is klipszes vagyok, vagy nem? Te ja, hogy nem. Az vagy tesó. És én? Engem ki fognak nyírt. Meg fog akarja lenni Gino-t? Ott a kék kocsi. Hát hát hajtsunk be az utcába, lesz, ott vannak a desók. De mit tudom, még a korzánk. Na cső! Ja, desók, visszajöttünk. Csá. Visszahoztuk a Verdát. Paszka kurva. Jajjajj. Na mi van? Engem foszka kurva fegyver, fogkam. Van egy kis baj. Szabos cica, te hozzám jöttél szerinted. Kár kék hajó. Megjártok, nagy baj van. Valami króm színű köcsögök. Elütöttek, aztán lepakolták az utcaimat. Kicsodák. Krómszínű köcsögök. Egy kibaszott bohóc volt, vágod, ja. Őket keressük, nem tudtok róluk semmit? Azok nem, azok hogy hívják a sok, nem vágószosok? Kékhagy. Nem, ilyen full ezüst színű krómautóval volt. Jó, azok tudjuk, jó, akkor hogy hívják. Kinek van fegyverengedélye? Nekem van? Hát, az nekem is azt hiszem. Akkor nem van kelvek. Halló cica, hova settegget? Ja, hát én a kocsit nézem, mert van a nő. Mindenkinek, akinek van rá pénze, persze. Mutassa be a kocsiba? Igen, nincs pénze, azt megoldjuk. És utána mit csinálunk velük? És el kell menni akkor Wolfskickre. Várjátok. Kinek van fegyverengedély és fegyvere is, hogy tud venni? A fegyverem az nincsen, de tudok venni, hogyha úgy van egyet magamnak éppen. JJ, nektek van fegyveretek, nem? Ja, nekünk van kettő. Egyet a bűncsengedélyed, de fegyvert elfogadtad. Azt a kurva ne tüsszentsél már le, baszki. Ja. Van 2670-em. Na, srácok, az lesz a terv. Nekem 3000 összerakjuk ki a negyedet.
kocsikba szállunk, és elkapjuk ezeket a rohadékokat. Elütöttük téged. Olyan nincs, hogy te nem jössz. Kék hajó, jó fej. Neki is kék a haja. Álljon ki. Nem én voltam. Ja, itt volt mellettem ez a hülye gyerek. Tényleg ő van, Gino a neve. Most nem én vagyok. Azt értem, hogy gyerekörök. Gino, testvérem vagy. Most fegyverek nélkül, hogy a rágot érted? Nem tudom. Ez baj, sok minden nincs fegyverem, aki én éppen most érekem kóházni, és nem lesz húzva semmi. Mi fogjuk meghúzni? Hogy nézzél, előre küldjük pillecukrat ilyen elterelőnek. Tudod, mi van nála? Egy bomba. Bombaseg. Bombaseg. Majd kijelölve vagy a figyelmüket, meg a másik hölgyemény. Ha ilyen seggem lett, de egész nap a kezemben üdik, nem rosszból. Ne forduljon meg hölgyem, ne. Szép napot, urak. Jó van, hát figyeljetek. Nem tudom, ezt a verdát, ezt kölcsön kérjük, még amúgy arcok. Vigyázzunk rá. Kölcsön. Zsír. Ez a kíván nyitva, akkor kölcsön. Akkor a Groove Street-en laknak, azt mondjátok? Igen, igen, igen. Kurva szájukat. Max, ezért bemegyünk, az dumálunk velük előtte, aztán hogyha köcsögök, akkor meg visszamegyünk fegyverrel. Lehet előtte ilyen diplomatikusan kéne megoldani. Amúgy igen, ezért szeretek téged, Lajcsi. Ha beszéltetek vele, aztán megjösszük velük, akkor csak szóljátok, azt megyünk. Jó, mindenképpen szólunk. Jó, akkor menjünk, aztán megpróbálunk beszélni velük, hát ha. Menj, ezt is tüggetsz. Össze a segítséget! Micsoda? A másik oldal. Nehogy rábukjon a váltóra, Gino-kám! Még mindig segítenek és le se akarnak lőni, ezek nagyon jó fejek. Jó fejek amúgy. Ja, ha megkapták a családi autójaikat, jó fejek. Ja, tényleg, hát ez este, tényleg. Gyümölcsődő, köszi a Prime-os másodikat, köszi a reg! Köszi szépen, ha aztán egészség a harmiszalkása voltod. Pillanatszukor, hogy izé. Elkezdtem már nyomatni egyből. Vágod, meg lehet a Gino-nak, hogy milyen szép a szeme. Egyből. Szerintem Stevie hozzászól bármit, aztán már egyből ledobná az összes ruháját. Ja, baszki. Én tudni le megküzdöttem. Ó, köszi a 12-et, köszi szépen. Uha. Vannak kisebb FPS bajok. Geci jó most ez az RPA, vagy nagyon jó. Ezt most nagyon élem. Mai napot eddig. Én nem hiszem, hogy ezek Grove Street-es arcok voltak amúgy. Szerintem se amúgy. Hát az ott hát... is úgy néztek ki, mint valami izé. Kinőtt a fa a Grove Street-en? Azt a miné, hogy néz ki? Vannak emberek, hallod? Hol? Itt, nézd csak ott... balra. Arra? Ja, hátunk mögött. Ak vagyok. Tartják ránk a... Ja! Oh. Oh, basz! Hello! Szevasztok! Hello! Ti nem azok vagytok, akiket keresünk. Réci a táblán a legközelebb álljátok meg. Bocsi, ne arra, hogy még... Stop táblánál? Jó, úgy tesók vagyunk. Nem is vagyunk a klipszet, baszk. Hát azt mondták nektek, hogy... Azt mondták nekünk, itt találjuk meg króm színű embereket, vagy króm színű kocsikkal járkáló bohóc maszkosokat. De ti nem vagytok azok. Hát az nagyon rossz helyen vagytok. Hát rossz helyen jártok. Nem tudjátok, merre kéne járnunk? Hát az nem tudom, hogy azok a tökönben vannak. Na, az gond. Valami gyárakat is mondtak nekünk. Nem a délután? Elem? Ja. Hát miről beszéltünk? Hát az egyik tagotokkal találkoztam a délután, és élénken érdeklődött a La Familia után. Igen, Lajci volt akkor. Nem, én nem voltam egyébként, de... Lajos, ne hazudj! Te lettél megbízva, hogy érdeklődjél a Familia után. Ja, igen, én voltam, jó. Már itt nyílt napokkal beszélhetünk, úgyhogy... Bevallom, jó. Ja. Amúgy akkor nem vágjátok ki közök, akiket keresünk? De megmondom. Ki egyébként itt vagytok? Hát én... Igen. A Cripsben mi vagyunk a B oldal. Meg ott már nincs a oldal, mert egyik srácotok az... Elment, hál' Istennek. Szegény. Hát, ja, most kidőltek egy pár véres napokat. Mi vagyunk a friss vér, hívjuk, így van. Úgy hívjuk a hosszú kések éjszakája. Ja. Aha. Illetszukor is velünk van. Mi csinálsz? Illetszukor velünk lóg, baszki. Persze. Húragatjuk, ha érted, mire gondolok. Hogy nyelvez? Jaj, a Krips kurvája. Fű. Kicsit irigyek vagytok, nem? Nem. Osztozhatunk, ahogy van. Tomé bácsi, ezek után nemhogy nem vagyok irigy. Só, belesikítok olyan vízhangjon, hogy izé ötször szól. Itt is jön már a kis drága. Ó, meg is érkezik.
Nem, nem visz idegen egy körre? Hát a Stevie csak ki kell mondani a nevét és egyből megjelenik. Jó fejek vagyok. Jó. Mit csinál? Mit csinál, tesó? Na, elkapta Gino. Gino kell mint intézgette. Intézgettük persze, tesó, hogy? Jó. És miről szeretnétek infót? Hát mármint, hogy hát igazából csak ezeket keressük, mondjam, de azonban nem tudom, sok mindent Chrome kocsikkal voltak. Volt egy csaj, meg két csáv, egy bohóc maszk. Nagyon furcsa nekem ez a pillecukor. De ez nem biztos, hogy Lamattia. Hát nem is mondtuk, ez az a baj, nem nagyon tudjuk, hogy ők kék, és ezért keressük őket. Minket? Nem tudtok? Nem tudom, hát rajtam az egyik társatok a La Familiát kereste, nem tudom melyik őtök volt. Lehet, hogy ezek a régebbi tesók voltak, mert mi nem. Nem vágom ők kik. Igazából annyi volt a lényeg. Szevasz, Boston tesó! Jó napot! A haverom elvesztett az eszméletét, aztán jött valami bóc, ilyen full króma autóval, aki valahova tartozik elméletileg, és elkezdte kipakolni, mint valami ne, csöves. Nekem kell. Ó, oh, hoppá. Nekem kell, hogy 3 perc, jó? Na majd, akkor ötletetek sincs, hogy kit kéne keresni ezzel kapcsolatban? Az a helyzet, hogy velünk is paszakodtak egy ilyenek, egy króm, ez is egy ilyen szávterepjáróval volt. A srác az egyik. Mindjárt mondom neked, azt hiszem itt a városi boltba kapható talán Maserati? Abból van ilyen városi terepjáró? Az lehet, szerintem igen. Szerintem az lesz, az megfigyeltem lehet. Őket, abba járnak. Az volt egy ilyen izé, azzal a buzi színű, ilyen krómszínűbe. És valaki mondott nekünk egy olyat, hogy valami gyáraknál vannak az olajfúróknál, nem tudom ez mennyire lehet legit, de oda mennünk ott meg nem volt senki. Nem hallok semmit a szabalertől. Csá. Még egyszer? Mondjad, még egyszer. Mondom, nem tudod, hogy ki volt itt, aki velünk is baszakorod? Azzal a kromszínű Maseratival, akit itt elkaptunk kétszer itt. Nem, de megvan a rendszer. Az munkanélküli volt. De már... Lesik, köszi a tis 16-igat. Az elátta az autó. Köszi a reg. Na jó, jövök majd. Használtam utókerve, láttam az autót. Hát nem tudom, mit évők legyünk, Lajcsi? Nem tudom. Ha tényleg ötletetek nincs, hogy kihez kéne fordulni, hogy meg akarjuk tudni, kik azok? Annyit tudunk még csinálni, hogy szétnézzünk a városba, hát ha valahol felbukkannak, vágod esetleg. De most ide küldtek minket, amúgy a tesók. Ja. Ki küldet titeket ide? Hát a Kripszes tesóink. Kripszesek. Igen. A Kripszesek. Azt mondták, ti vagytok. A Kripszesek a küldtek Street-en. Titeket ide, hogy mi vagyunk ilyen autókkal, meg ilyenek. Így van. Aha. Az OG. Megmondom a Frankót, mi ízék vagyunk. Dodo, köszi a tirélyes. Jó, ezt nem mondjuk el senkinek. Ezt nem mondjuk el senkinek. Elég pacsek, elég pacsek. Igen, de ők is azt hiszik, hogy kripszesek vagyunk, de amúgy nem. Ja, aha. Ó, szerintem nem is vagyunk kripszesek, azt hitte. Micsoda kéne. Fasz. Ugye erre senki nem számított. De ezeket a szürkék krómosokat el akarjuk kapni. Pillanat altabb a chat, csak rossz helyen volt valami. Akkor most már legalább értem, hogy miért vagytok a pillecukorral egy helyen. Pillecukor? Hát ott ül a kocsiba, passzai, nem látod? Ja, mert mi van bele? Ő nem egy... Akkor szállni egy körre, öreg. Kyrie yeah. Irving. Gyárgyal, köszi a 100-as sírt. Hello! Hali. Kicsit magasabb, mint ti, ugye. Hello, hello. 155 centi vagyok, kikérem magamnak. Na, figyeljetek, akkor 50 ezer dollár is fietitek, ha úgy van. Hát. Két a csókolomot? Persze. Viccelek csak, de hogy komolyan. Nem, ő nem. Nem eladó. Nem, ja, így van. Semmi pénzért nem adnánk, kész azért. Így van, pontosan. Oh! Látod, JC? Hát jó, lecsicskítottak, te sokában azt, hogy megmondtam, mi van. Vágod, úgy legyen. Nem kell adni, ő neki már szíve, az enyém gyerekkora óta. Hát az a baj, itt sok felé osztanunk pillecukor szívén akkor. Igen, pillecukor. Nem aprózod el ezeket a dolgokat. Azért mondd csak meg, azért hát csak meg neki. Független nő vagyok, esküvő még nem neki, volt. Mondd csak meg neki, hogy ki volt az első igazi szerelem. Mondj csak el nekik nyugodtan. Ha milyen kicsi a világ, hogy összeérnek a szálak? Hoppá. Így van. Mint a minden utcával találkoznánk egy pillecukor szerelmével. Mondj csak el, mondj csak el. Mert ki a szerelmem, nem értem. Hát itt az úri ember elvileg. Mondj csak el, ki volt az első szerelmed. Most melyik meg, mind a kettő másra mutat? Nem, másra mutatok, bazd meg. Hát itt mutogat, hogy mondd be ki az. Nem ismerte meg a szerelmét? Hát nézzel, rakodom. Kicsit öregedett. Hajjaj. Szerintem éhen hajtam. Ó, megvan, jó, hú, jól vagy? Téged is vihettük a kórházba. Azt hittem én is. Megszédültem, vagy nem tudom mi lett vele.
Jó, hát akkor menjünk, akkor keresünk tovább a szürkéket. Jó, ja, nézzünk szét. Mi ezeket a krómakat. Köszi szépen a segítséget. Nézzétek. Fehéreket? Ja, a fehéreket. A fehéreket nem szeretjük. Én is az vagyok, haló. Igen, csak szeretünk, csak gyere már. Jövök. Köszi szépen, legyen szép napotok. Szép napot. Béke gyerek áldás, szasztok. Hova megyünk? Fehérek. Nézzük át, előre szétnézzünk a városba. Nézzük át. Sokkosz, hát nem tudják. Hype van, ott van, kösz, sed! Azok nagy vizék ellenségesek a kriccesekkel. Úgy te lehet terpéltek, hogy mindenki elem, hogy... Jaj. Tényleg. Azért mondtam el nekik, amúgy lehetett velük beszélni, nem ilyen megafon izé volt, bassz. Ja, jaj, mondjuk el. Inkább lennék izé gróbas, mint izés. Ja, jó fejek voltak, vágod. Mit csinálsz? Hát öltözzünk zöldbe. Most a lehet, hogy levágnánk. Ki a faszom vezet? Nem tudom. Íh, mennyi kocsi. Ó, azt hiszem megvannak a vagaszosok. Aha. Kérdezzük meg őket, krómok, de mondjuk ezek után nem hiszem. Most a... Chat. Valahol csak izé purikáznak az... Pontos kérdés. Az, hogy itt egy nagy fehér paca a térképen. Most én az... Tehát az IC-t tudom, hogy itt van egy fehér terület, vagy nem? Ez most életem kérdése, vagy esküszöm. Ezen gondolkozik, most ezt le lehet IC-zni, hogy a minimum színes ott, vagy nem? Most nem mennem. Vagy az nem tudom, ez hogy kéne felfogni. Ja, mert valami izé. Nem? Ja, meg nem tudhatod? Felhívott az egyik doktor, hogy izé. Ott vagytok a forrás. Oh, mi a fasz? De só, hát menjünk már szerelőhöz. Igen, igen, szereljük meg az autót. Értem, nem gondolom, nem, majd meg kell kérdezni a szerelőket. Nekem még gondok vannak. Nem látok ki a izé. A szélvédőn. Hát igen, ezt látjuk. Mi van? Geci, jaaa! Semmi akkor? Mi van, Lajos? Semmi. Bocsánat, ezek szerint nem. Nem. Akkor nem. Jó, hol vagy, Lajos, bazzeg? Mi történt? Persze, csak... Hol van szerelő? Ja, itt lesz. Mi is banda volt, hanem maffia. Hát most megyünk. Mi keressük, érted? Ez az IC szál, tehát most nem járnátok jól. Hát most érdekel szerinted, de IC-zünk. Ez az RP lényege, hogy keressük a szállat. Hát nekem az izét is a... Japanét. Szállítod. Oda néz. Kérd egy macska a tetőtökön. Tényleg. Miau. Húha. Mi van? Kérdezzük meg a serifeket, ők biztos tudják. Baszki, kajak. Hát, aki adják az információkat komolyba, haverom. Na ez lesz az. Tuti kiadják, tuti. Hallod? Na mondjad. Kilóg egy macska a tetőn. Ja, az benn van a csomagtartóban, csak kilóg a feje a csomiból. Visszarugdassam? Nem fontos. Jó, pedig szívesen megcsináltam volna. Tudom. A raptorra is kell, vagy? Igen, kérnék szépen. Halló? Mert szerelő telepen. Melyiken? A Gas Monkey? Nem tudom, valamelyik. Hát, melyiken? Átjöttünk egy hídon. A rendőrség híd mellett, és ott vagyunk most. Jó napot. Ja, itt vagytok, jó. Hello? Itt vagytok? Sheriff úr? Szép jó napot, miben segíthetek? Szép jó napot kívánok. Kérdezhetnénk valamit önöktől? Csak nyugodtan. Ilyen nagyon gonosz úriembereket keresünk, bohóc maszkba járnak, króm autóval, és nagyon csúnya dolgokat mondtak, 50 méterrel kiabálták, hogy fogják ránk a fegyvert, aztán elütöttek, és utána meg kipakolták a sebeim. Így van, nem tudják esetleg, hogy kiket kereshetünk? Sajnos nem, így nekem nem mond semmit a krómos autó. Egy pillanat megkérdezem itt a kollégát. Jó rendben, rádión is megkérdezheti, hogyha hallod? Úgy van. Brian! Igen, krómos autókat nem láttatok? Brian! Én nem Brian vagyok. De nem maga Brian? Nem, ma már néztek mindennek, uram, úgyhogy már megszoktam. Na már jó, Verda! Ja, pacekben megcsinált aztán... Na mutasd meg az arra daldáról amúgy. Kérdeztem a kollégát, így? Épp egy rablásom voltak, de ők se tudják. Bohóc maszkos urat láttak, de ilyen kromszínű autókat sajnos nem. De oda fogunk figyelni azért, hogyha... Köszönjük szépen! Összefutnánk velük, akkor biztos megállítjuk őket igazoltatni. Nagyon szépen, köszönjük! Segítséget akkor! Hát muszáj ez a dolgunk. Keressük őket tovább, hátha! Semmi, visszanéztétek? Hát azt nem hiszem. Mondjuk nem, baszki. JJ-nek amúgy van ki egyet amúgy. Pillecukort vitejen ki egyet, neki úgy is válaszolok, mert lány. Kromszínű bócokat keresünk, vagy mi? Tony, merre vagy? Ja, ezt vitted ki, Pille. Jó.
Én csókolom pillát. Ilyetek Gino, csókolom pillát. Menjetek pillát cukorral és mi is nézelődünk a városba. De azt hol van faszomba megyek? Szaros drift autóba vagyok, amit még szerelnek. Chrome autót keresünk. Ismerkedjetek addig meg ilyenek Gino. Jó, kösz tesó. Biztos te akarsz vezetni, Stevie? Bizt nem, cseréljünk, inkább jobban járunk szerint. Hát akkor... Nem tudom, miért szeretettem a kocsim. Cserélj meg kocsit, mert ez egy hulladék. Ne tapsoljatok túl hangosan. Cserélj. Gyerünk Gino, állat vagy. Hová? Na. De nem tudtunk meg többet. Így van, hát nem lettünk okosabb. Vágod bárkit, mert senki nem ismeri őket, valami nincs rendben, tehát... Nem létezik, lehet, lehet életművészek. Hát ötletem sincs, baszki. Hopp! Nem egy Chrome kocsit szembe? Hát én is azt hittem, én is nem. Így láttam amúgy. Nem. Jó, jó mérgesen nézett. Eléggé durván. Gino. Mm. Szerintetek elkapja? Illet cukrot? Hát tuti. Szerinted miért kések mindig minden onnan? Hogy menjünk fel, mert nézzünk szét a gáton esetleg megint, hogy mert ott találkoztunk velük is. Várj, mert lehet, hogy kim vannak abban, hogy városon kívül, nem? Mert hát... Uh-huh. Jöttek befele, nem? Igen, gondolom. A gáton keresztül. Nem tudom, eléggé ki voltam ütve. Hello! Hello! Hello, szükségük van rád! Hát neki nincs rend. Életesek vagyunk, lehet, hogy amúgy a klipzesek itt szétbasztak mindenkit, és kérlek lehet tőlek. Amúgy, ha nem csodálom mondjuk. Hát Crips for life. Ja, hú, nagy Crips, azt egy fenyőjük nem volt. A. Jó, komoly, nem? Komoly FPS számok uralkodnak, baszki. Még szerintem ti annyiban, annyira nem látok sokat abban, hogy van 34 FPS-em, de... Hú, ne is lássatok. Mexico? Az enk. Mexikóba átjöttünk. Hola, espanyol? Hát szétnézik itt az GPS-en, hogy mi lehet itt... ...kint. Nem látok semmit. Van és szerinted... Van a Human Labs, ott mi lehet amúgy? Menjünk. Biztos jó lehet. Mi fogok próbálni a kliens? Megnézhetjük, majd lehet. De vaj, a rendőrök se tudták, akkor lehet ilyen izénk, nem tudom, valami... Lehet, csak ilyen full random, érted? Random arcok. Vagy lehet, hogy másit szoktak járkálni, most vannak csak szürkébe. Vagy ilyen izében. Ja. De valahogy csak meg lehet őket találni. Ezüstös szarba. Itt lecukor kitvítelte, amit mondtunk neki? Nem tudom, nem néztem a Twittert. Chrome színű autóval rendelkező bohóc máskor úriembereket keresem. Szeretnék igen, ismerkedni. Á, ez a beszéd. Isten, na, erről van szó. Lehet azért jöttek a gátonhoz, mert kitvíteltet, hogy itt vagyunk a gáton, tesó. Ezt kimondjuk, az lehet amúgy. Ja, a tényleg. Kurveget, tényleg. Lehet más tesóra hittek. Jó, mert nem, ez itt lesz jobbra, nem? Valamit amúgy, vagy mi? Nem. Ja, tőlem pisztolyt, ja. Megnézem, YouTube-on fenn vannak-e. Esik? Hát itt a YouTube-ra rányomtam át, ha ott vannak. De nincs róluk semmi klip. Hát... Az a baj, mint hogyha egy tűt keresnénk a színak az alba. Igen, elég furán jelent meg. Hát ez tényleg olyan. Vagy mint a pillecukorba akarod, én is elmondok, nem mondok semmit. Az is olyan egy kicsit, nem? Fél szavakból is értelek, fél szavakból is értelek, persze. Én is valahogy értettem a célzást. Szegény Gino. Tudkod adni benne rendesen. Ancit bannolja meg ki valaki. Csókelsz, köszi a giftet Enchantnak. Köszi szépen. Arra is, hogy innen ennyi autó jön ki? Hát nem tudom mi van itt amúgy. Mindjárt izé, tele lesz Chrome autókkal, figyeld. Mondjuk nagyon néznék. Ez lenne a mi helyünk amúgy, nem? Ja, amúgy az kurva jó lenne, tényleg. Hát itt senki nincs. Bele. Hát ja, ez hallod amúgy JG, emlékszem, amikor megmutatták, hogy kell fegyvert venni? Szerinted azt tudunk ja. Így is amúgy? Szerintem tudunk, csak kell hozzá izé. Csak oda kell menni a helyre, nem? Mi piszkosval ja, veszük, nem? Ott nem voltam. De várjál, elmegyünk akkor a helyre. Legálisat tudom. Ja, nem, én vágok egy illegális helyet is, de...
Azt mindjárt megnézhetjük amúgy. Van egy érzésem így, hogy a család szétszakadt, nem igazán tudom. Ja, lehet nekem is egy érzésem, meg lehet, már nem is ott kell. Hol van Krómos? Főpublik, már megyünk is, száguldunk. Tényleg? Aha. Kövessék akkor, szépen. Megyünk. Hello. Kössétek le magatokat. Egyelőre izé, a főpublikus garázsnál van, így mondták. Emlékszem, milyen fajtájú volt ez a Krómos autó? Oké, még ezt lehet az úton kellett volna menni. Jó, verte meg, szét megy a kocsink. Lehetem, hogy lehet, nem kéne elnérkázni, nem tudom, hogy szabad-e, de csak látom, belefér. Ó, ez még nem biztos, hogy jó ötlet. Húha. Legutoljára Károly bosszal mentem a szembe sávba, és nagyon sokszor karambolasztunk. Ez a bankrabláskor, nem? Aha. Azóta is félelmeim vannak, baszki. Köszönjen, itt vagyunk chat, amúgy nagyon nagyok vagytok. Köszi szépen. Nagy RP-ken. És hogyha akartok támogatni ingyen, felkérdő G2-e. Rányomtok a linkre, és már azzal is támogatok, hogy tényleg meg vásároltok valamit linken keresztül. Még a streamen is kijelzi konkrétan. Ja, az is lehet. Úgyhogy ja, nagyon király. Tényleg egy kattintás nektek, és olyan, mint a tier 3-mal szavolnátok, hogyha nem tudtok szavolni, vagy nem akartok, ezzel is tudtok támogatni. Api, többször is elkapni keresünk valami ízért. Köszi mindenkinek előre is. És akkor nevezzük el arról magunkat. Legyünk ballasz. Az nem jó. Nem, miért nem. Keresünk egy utcát, aztán nevezzük el magunkat arról. Mit szóltak a Los Santos Freeway-hez? Az is jó, vagy a Davis Avenue. Jó, legyünk a Freeway-en. Hajj, van még így valaki. Halló? Mivel beszélek? Nem tudom, hogy mit kell gyakorlani a telefonon. Hát nem mondom el! Most hallod? Igen, hallok! Jaj, basz meg, azt hittem nem hallasz! A kurva istenit! Húha! Jaj már, teljesen az a helyzet, hogy mindjárt csak megsúgom. Itt van valami izé, tesó, mint ilyen bózbaszkos arc. Hol? Ő publik? Megyünk. Mindjárt itt vagyunk. Hello! Hú, nincs túl sok FPS-en a városba beérve. Bohóc maszkos arca publikba. Na, erről van szó. Ez nem az... Jaj, nagyon jó. Csak a parkolóban vigyázni kell, ott nem csináltunk ilyeneket. Na, tette lesz a szép autó. Azaz lesz, bassza meg! Biztos? Szerintem jaj. Hova fut? Várjál már! Bazd meg! Na! Igen? Illetszukor elcsalja most valami a faszom, nem tudom mi van. Ati, köszi a tírés 19-et, köszi szépen öreg. Menjünk kocsi. Mennek pillecukorral. Vágod öcsi. Aha. Rajtuk ütő. Menj már innen öreg. Látod? Na, és csak közben bazd meg a fejem annyira izé, sajog, hogy húha. Hát az nekem. Igen, az nekem. Semmit. Én is keveset, én is eléggé. Mire, mikor bejöttünk a városból. Városba. Akkor szerintem küldeni fog izét. Fordít, ja. Menjünk gyors, jó. Na mi az, mi a faszom? Elcsolja a pillecük, a gyerünk kocsiba. Valaki vegye az ölébe Ginót. Nem tudom, hogy szabad-e ilyet. Hát nekem még ott feküdtél a földön, bazzeg. Akkor várja, felkaplak a vállalat. Igen? Hát na. Nem fekszek ott pedig. Vettünk. Várja, most jött aztán valami. Paskod meg a seggét. Paskod meg. Jött egy kordi? Jó. Ez a csajod? Ja. Jelöltem. Nem vitte túl messze. Már két fegyverünk van, ez kelleni fog, mert le kell fegyverezni a bohócot. Hol a tegnapi csajod, JJ? Milyen tegnapi egy van? Hát itt van tegnapi, ő. Tegnapi! Kamil! Tudod, Kamil! Ja, vörös a jó. Ja, vörös! Ja! Tips gang for life! Ja, nem tudom mi van vele. Nem, hát mi tegnap beszéltük, hogy ma megyünk kávézni, ilyeneket. Ja, hát nem a hugod? Elbaszod azt nem, is? Nem, nekem nem, ott közösen ment oda a dupla radzsi. Hogy ilyen húzod, baszki, te hülye! Itt egy Chrome-autó amúgy. Ez az, fix ez az. Igen? Ja. Akkor mondd Ardagyilek erre, hogy fegyver van rád tartva, nem? Igen, ez tudja, hogy az bassza tucat, meg. Tucat fegyver van rád tartva. Úgy hallottam, úgy azt hittem, hogy az ő kocsijával mentek, bassza meg. Folyamat küldi, úristen, igen, nem a legjobb, nekem se. Balra.
Nekem minden tökéletes. Figyeld, intézem. Hol a megafonom? És nem akarok megállni? Fegyver van rád tartva 50 méterről, úgyhogy állj meg! Most pillecok arra, hogy szólj valahogy, állítsa meg azt az autót. Meghallasz magát! Hú, basz. Most az, nem tudom, mi történik. Én se. Átmentünk rajta. És most pillecukor miért ment el vele? Fegyver van rád tartva! Álljon már meg! Hallod, csöves? Nekem jött egy gaszmánkinál. Jó, vagy inkább menjél innen. Fegyver van rád tartva, szürke csávó. Milyen szürke csávó, ugye kifejellek. Azt te jó! Húha! Ki senkit, baszki! Banknál vagy nem zavar? Banknál vagy nem zavar amúgy? Banknál vagy nem zavar amúgy? Banknál vagy nem zavar amúgy? Jó van, aludjál fiam, holnap susu. Elég kemény, elég kemény a srác. Nem semmi amúgy. Pillecukor, megmutatta ki a főnök. Úristen. Van fasz, ennyire egy pöcstelen fasztalan embert egyébként, hogy itt karikázol körbe-körbe ember. Jó, majd szóljál, hogyha 17 évesen elvesztetted a szüzességed, jó? Ez meg szembesában mi van veled? Ezt kurva. De visz. Szerek szembesebb, jaj! Azt a kurva gyerekek, hát ez mi a faszom történik itt? Na mi a helyzet? Mi a helyzet? Beszélgetni akarunk veled együtt, lehet veled kommunikálni? Nem. Miért nem? Hát meg kutyanyelven nem beszélek. Ja, de mindegy, megoldjuk. Jaj, hát mi is most próbálunk lealacsonyodni, de nem annyira sikerül. Úgyságosan lealacsonyan vagy. Próbálunk lesüllyedni, csak erre a szintre nem lehet, haver. Az egy nem tudtad, van ilyen mély. Beszélek vele? Mondják ezt kripszesekként. Beszélek a nyelvén. Várjál már, hozzá. Majd neked a rendes hangot is ilyen G. Kussoljál! JJ, kussoljál! Jó, ha lehet menni aludni, fiúkák. Jó. Szétoffolj titeket, majd gyepáljuk. Kaptuk kebégyet. Kapjuk. De! Én megjétoffol a... Egy értelmes szót nem tud kibondani az emberünk. Meg itt körözd, bázd meg a kibaszott publiknál. Úristen. Menj ma autó. Hát itt nem tudunk csinálni vele semmit, az a baj. Tényleg nem. Ugye ezt sosem ne üssön már. Fel, csak pont cserek, aztán nem tudja, hogy bankos hétet. Jó napot, uraim! Az, tisztelt! Hát látod, hogy ezek a pancserek. Figyelj, öreg, ki a pancserek? Amúgy ekkora a szád, akkor miért menekülsz előlünk, amúgy bohócka? Ki fél beszélgetni? Te menekülsz. Na gyere, gyere, szállj ki, gyere. Hát ezt mit csinálsz, ha kiszállok? Semmi, beszélgessünk akkor. Miért itt akarsz beszélgetni? Miért hol beszélgessünk? Beszélgessünk hát. Mondjuk egy sokkal nyugodtabb légkörben. Nyugodt itt a légkör, nyugodt itt a légkör. Beszélgessünk itt a kék ruhás barátomat, meg bántottad, he? Ember, félsz valamitől? De én nem félek semmitől. Te gondolom te senkitől, te vagy itt a város bohóca, te senkitől nem félsz, haver is fél. Akkor 50 méterre menjünk, arrébb beszélgetni. Na gyere, menjünk. Na, menjünk. Na, erről van szó. Miért bántottad a kék ruhás barátomat, he? Kapjon már fel valaki, nem tudom, ki ezt a fost. Na, menjünk el. Na, akkor vezessek? Hát nem tudom kinyitni. Ha valami is bohóc. Ah, jó, oké, és király. Megvan? Most pivad, indulunk. Ezek a kékek beszélni akarnak fel. Nekem jöttek Gászmánkinál, de megbocsájtok, olyan király a szerkútok. Köszi szépen, na tiéd is, jó hajad. Tiéd is nagyon jó amúgy, haver. Kulvára tudod hordni ezt a cheese-bet, bátya. Na, vegyük, szétverjük ezt a BMW-st. Ezt a kis búzi gyereket, bazzeg. Ettok. Nem nagyon nézem, jó szem, hogy kihasználod a Cripset. Természetesen ez kell az RFS segítek, IC kékhajó. Most láttam a kocsit. Nem akarok kihasználni, nem is akarok, nem kihasználni akarok a Cripset, csak nem tudom, valahogy jött egy ötlet, hogy tegnap öltözünk a Cripsesnek, aztán már meg oda mentünk, de nem akarunk semmit kezdeni ezzel, hogy mi most Cripsesek vagyunk, tehát érted? Ja, elfordult. Már gondolkoztunk is, hogy átöltözünk, tehát érted? Nem ezen búl, nem akarok semmit ezzel kezdeni, semmi rosszat csinálni nektek. Na, röviden tömören arról van szó, öreg, ugye fent voltál a gáton, igaz? Mikor? Persze, hát egy órával ezelőtt találkoztunk is, meg még kommunikáltunk is egymásra, tudod? Hát én nem tudom, azóta a kórházba ébredtem. Szóval, ja. Hát akkor mindegy, akkor emlékeztetek rá, hogy ott jártál, és megtaláltad Lajos barátomat, aki éppen eszméletlen volt, baszki, de nagyon. És elvettél tőle egy fegyvert. Ezt szeretnénk, hogyha visszaszolgáltattád nekünk. Hát kutassák nyugodtan, mert még egyszer mondom, hogy
kórházba keltem, tehát kutass át. Hallott bohóc keci? Az a te csajod? Nem, beszélgetni akart. Nincs nálad, de mondták akkor már egy kis bohóc, amivel is lehet mondani. Beszélgetni akartam, mert nem vagyok én a négernek. Tuti nagyobb farka van mindenki. Nem akarunk. Még egyszer, mit mondja? Mondjad még egyszer. Mondom, te barátnéd? Mi vagyunk együtt, csak beszélgetni akartunk. Mondták már, hogy kis bohóccal is lehet nagyon. Figyelj, lehet, hogy ennyi komplexusod van, de ezt nem itt kéne megosztani, jó? Jó, mennyi, ez bújja el magadnak, nyomd el magadat, ha jó van, de figyelj, te már miért nem alszom, már felőtték a pizsit. De látom, hogy a boxer rajtad maradt azért. Jó, csöves bánat, mi vagy te, 60 éves boomer geci. 2022-ben használja valaki? Lajos, mi folyik itt, passz? Hát nem az ilyen csövesek, mint te. Figyelj, nem én járok ilyen cowboy csizmába, szóval így. Tessék. Figyelj tesó, nem húzzuk az idődet, visszaadod a fegyvert, azt menjünk a dolgunkra. Hát figyelj, nem tudok semmilyen fegyvert visszaadni, mert nincs nálam. Hát akkor szerezz egy gyorsan, hívj körbe hát a spanokat. Biztos, hogy nem. Most egy fegyver ennyit számít? Igen. Ja. Hát, akkor utalok, van valaki egy telefon? Csak hogy lássátok, hát, hogy kivel nálam gondolgatok. Nálam van telefon, hát, de akkor az 25 000 lesz. É, bekapad a faszom, jó lesz. Hát ki kell fizetni. Na, akkor legyen 50 000, ha csak már ilyen nagy a szád még mindig. Erős volt. De legyen 50, akkor abban még több fegyver kijön. Persze, egy 50-ben megegyezünk, és akkor élheted tovább a szaros életed, és mindenki boldog lesz. Hát szaros és élet az a Kripsznek, vagy úgy tudom. Halló, még jó, hogy nem vagyunk Kripszesek. Figyeljél már, olyan hülye vagy, hogy a Covid-tesztre bazánk nap, hogy tanultál, úgyhogy csöndbe legyél. Érettségéd meg habogba van. Pussoljál szerintem, mert itt tésztartott van az agyar. Akkor adjon neki valaki egy telefont, az elutalja, az mehet a dolgára. Egy pofont a baseball. Gino, kám van nálad egy telefon a bohócnak? Gino, add oda neki. Geci. A kedvenc számot köcsök. Igen, nagyon jó, ezt én is szarjálom. Nézzem, hogy miket irkászod, a jó? Okosan legyél. Mondom, 325-ös a számlaszámom. 50 legyen, ne több, ne levesebb, és akár is hiszik, hogy kapsz kivel van dolg. Ha kapsz egy 10-est, azt örülj, nem egy 20-os, na. Szerintem nem egy 10-es lesz az, more. Kapsz 25 000-et, jó? Jó, az a kiegyezünk. Jó, legyen. Az a 25, more. Mennyi volt a fejszámon? Haló. Ja, bocs, 325. Biztos, hogy lesz a 25 folyá, more, vagyok. Az igen. Csokkolom. Parancsolj, kinek adhatom a telefon? Nekem. Kedvencem a 425. Azt a minden így. Parancsolj. Szia, Feri, te vagy az? Ja, várjál. Hogy vagy? Te vagy az? Azt a minden így. Dikez, miért üti a kocsimat? Na jól van, bósz, kösz. Kösz minden fasz a gyerek vagy, szevasz. De figyelj, már lemás. Na menjél, mert lövik a pizsit. Jó, menjél, hónap obika. Na, kérsz. Valaki nem akarja leütni ezt a szaros bohócot, amúgy nem. Na jó, menjünk suliba. Hadászület van, vágod. Persze, menjünk. Várjál, csak azért, hogy komolyan tudjuk venni a bohócot. Elmondom nektek, tudjátok milyen neve a bohócnak? Na mi? Lakatos, olajos. Tőle ért az utalás. Szép név, basszi. Így van. Lehet, hogy csak valami kamu fió. A Csírót ott hagytuk. Ja? Ó. Csíró, ott tippeket, amikor eljöttük. Puh, ez jól van. Gino! Ja, Ginoka. Ott van elől, nem? Hol? Ez miért van? Itt a vörös anyú csávó, miért van kifeküdve? Talán gondolom leütötték a faszomba, nem tudom. Gino, hol van? Basz meg, öreg, jól vagy? Értem, mert nincs jól. A kurva eget. Lehet, hogy akkor egy ilyen embertársaságát élvezi, mert akkor lehet, hogy bazzeg örökre kell vágni a szálakat. Hol van Gino? Én nem tudom, Gino hova tűnt, basz. Várj, a száma megvan. Gino? Tessék. Hol Gino? Vagy? Hol vagy Gino? Főpublik, hogy kerültél oda? Elvitt a tesó a malac, tudod? Ja, jó, megyünk izé összeszedni akkor. Jó, cseh. Hello. Főpublik. Főpublikban van Gino, vágod? Elvitt a malac.
komoly dolgok vannak. Add be! Na gyere, na, fontos tárgyalás kell kezdetét vegye. Keresnünk kéne egy utcát, amiről elnevezzük magunkat, és kitálunk egy szint. Igen, na ez, na ez nagyon adom. És utána még mi leszünk a mondjuk a San Andreas Eve Gang. San Andreas Gang. Jó, mi legyen a gang neve? Jó, akkor várj. San Andreas Avenue, akkor legyünk az SA Gang. Na várj, valami jobb utca nevet keresünk, ne azon, amin épp vagyunk. Na nézzük. Legyen akkor az Kinker Street. Várj, várj. Mit mond? Low Power Street. Én tudok egy jót, várjál, van egy jó. Hardik. Itt van egy utca. Van egy Chupacabra Street nevű. Mi lehetnénk a Chupacabra Gang? Az tetszik amúgy. Ja, vágod, és én izé Yeti maszkokat hordanánk. Na hát ez nem tetszik be annyira. Biztos. Legyük a Tuck Street akkor. Én lampadjuk. Black Street? Tuck Street. Tuck Street? Ja. Ne, és mi lenne, hogyha akkor tényleg Black Street, és akkor Black Street Boys? Oho? No, tesó, hogy tetszik? Hát ez kurva szar. Vágod, nem is vagyok fekete. Vagy ja, baszki. Te nem is feka vagy ember. Nem vagyok feka, vágod. Nem baj. Itt nem van egy, nézzük, jó. Nézzük, itt van JJ és Tréber gyerek, van izé Lajos, aki hófehér, van cigány gyerek, Gino, vagyok én, egy világtalan, JJ csaja, hát akkor... Akkor Black Street Boys. Black Street Boys. Black Street Boys, de ezt megbeszéltünk. Vagy mi lehetnénk a hulló csillagok, és beköltözünk ide. Hulló csillagok? Ja, vágod, vágod, mint akkor, a sztárok. Akkor másik hívjuk Falling Stars. Jobban hangzik. Ó, Fallen Stars. Fallen Stars. Bukott csillag? Ez nem tetszik. Én értem, hogy van Kolta, amit mondasz, de ez tényleg full IC ügy. Tehát most veszekedhetünk az én cseteben azon, hogy most mit csináltam IC, de IC ügy. Ja, tehát most érted, történik, ami történik, IC kell lereagálni, nem cseten írni, érted? Na most akkor mi a fasz van? Hát öltözünk át, valami, most öltözünk át egy másik színbe. Milyen legyen valami fekete ilyen izé, ugyanilyen stílus, csak feketében, nem? Ha a stílus maradtad, akkor csak átsunk szint, az kész, az gyorsan. Itt van egy pénzetek? Úgy van egy ardém, azt hiszem. Akkor legyünk ilyen izé, ilyen sárgák. Fekete, az jó. Fekete, Black Street. De lehet izé bankkártyával is fizetni. Én nem bírok kivenni pénzt. Elfelejtettem a kódomat. De tényleg lehet bankkártyával fizetni. Lesz-e valami más game? Mert egészen mindenki RP-t akart, most RP van, azt sosem már mást akartak. Na jól van. Na jól van. Elyéreztem csak. Kéne valami fegyver nekem. Na majd szerzünk. Azért most elmenjünk a ruhabaltig, most fussatok. Mert ha tehettem volna, én már leszúrtam volna azt a csávót, ott vágod, azt a bócosat. Hát... Hát csodálkoztam, hogy valaki nem lőtte le még a faszomba. Hát igen, igen. Mert hát aludni is értünk aludni, nem? Alud! Jó napot! Megösszint, hogy Steven elvesztette már a tüzességét? Nem hiszem. Steven 17 és elvesztetted már a tüzességed? Hát nem azért, Lajos, nem vagy te ott valamit, baszki. Iteket? Úgy három embert? Hát baszik, most elfuttok idáig. Illetszukrot fel is kell hívnom, hogy ezen segítsen, vegye el a szüzességet. Elvetetjük, hogy hívják ezt? Hol kell itt átöltözni? Illetszukor a szűzolt. Aj, nadránk szín. Új, feketébe, azt nézd. Nagyon komoly. Black Street Boys. Nagyon komolyak leszünk, vágod? Hol van a póló? Ami itt. Kurva, akkor itt. Ja. Jó. Ebben nincs fekete, amíg az, várjam, az rosszat nézek. Na ez! Ez nagyon Lajos, te jó ég! Na, még a hajamat át kell festeni feketére. Vágod, én még a hajamat is átfestem feketére, annyira elhivatott vagyok. Na, most már feka vagyok.
Nike, pulcsi, Adidas, nadrág. Jó lesz ez így. Vágod, te nem egy másik városból szöktél, ahogy szokták mondani? Ja, de szerintem mindannyian másik városból jöttünk. Ja, tényleg, nekem is mondták, hogy valahol ismernek egy másik városba, nem vágom, miről beszélt. Hol van a felső? Túloldalom, baszd meg. Túl, de nem volt. Hát én is veszek fel, hogy sapit. Ja, ez az? Ezt nézd meg, haver. Olyan és ami a hajam nem jó. Ez gond. Lehet Lajosnak át kell a haját baszatni, chat. Hol van a pulóver? Az nekem is kéne. Nincs valamilyen... Ott van. Ez nagyon én vagyok. Jó. Menjünk el még egy fodrászhoz is, mert nem lesz jó. Kéne valami kocsit szerezni, és az, hogy csak egy Opel Corzám van. Ja, fessük át ezt. Amúgy kurvára nem, múltkor nem is tudom mennyi volt, valami 5000 volt. Akkor nem fessük át. Egy átfestés. Ja, és annyi volt. Valamint fodrász itt. A Black Street Boys mehet is. Amúgy nem kell egy fegyver, mert én nem tudom használni. Ó, jó, elfogadom. Hogy tudunk még venni, mert most adott pénzt az a bohóc. Ki kéne pakolni valami bankot amúgy, és akkor lesz pénzünk. Azt tudunk így? Család nélkül? GG. Jó kérdés, nem próbáltam még. Boltot azt tudja, hogy tudunk, más nem tudom. Tudod, a bolt is ami 70 ezret adott, vágod? Lehet csatlakozni a ganghez. Meg amúgy is hát, nincs pendrive-unk, úgyhogy nem tudnánk bankot. Ja tényleg. A mi a faszom, hogy öltöznek eddig? Amúgy nem maradt egy lakásunk, hogy nem baj. Hogy a faszomban nézel ki? Ja tényleg, nekünk van elvileg ott. De nem hiszem, mert lehet, hogy nem fizettük a béleti díjat. Black Street Boys. Jó. Maszk is kéne. Jó faszom. Nekem van maszka amúgy tényleg. Hogy is jön elő az a menü? Jó tesó, az a bar. Hát hogyan elő az a maszkos menü? Hát ott vettem, nem pálya. Hát? Nagyon? Z? Nem az, nem az, de ruhák? Ja, csak vak vagyok, geci. Ja, már nincs maszkam, oké. Plesztört, köszi, hogy folytad a szabadon, hogy Zolikától kaptál, köszi szépen. Cső, Plesztört, milyen helyzet öreg? Menjünk! Nem, szerintem nincs meg már a hotelünk. Pedig ott volt egy üzeny, nem? Air mask. Ja, volt hotelünk, csak nem tudom, hogy az most de hol nem van. De nem azt mondom, hogy volt egy... mellényünk. Ja, mellény is volt, ja bennünk nem, mert azt felvettem. Bennünk kéne valami 6 szorratot amúgy, azt idéljük, hogy legalább elférünk. Ja, de hol van Stevie? Nem tudom, mindig öltözik. Haladj már, Stevie! Káplesztőd, mi a baj? Semmi az égvilágon, persze. Menjünk még gyorsan, ezt venni kéne kocsit. Kéz az nem kell, Stevie? Hát nem, mert nem látok semmit. Csak az, hogy meg akarom-e venni a ruhát. Itt a blokkot rárakták a szememet, szememre, vagy nem tudom. Miért új szemüveget vettél, vagy miért? Ja, lehet rajta hagytam. Az, hogy boltrablásban vagy elbukik az összes pisztolyunk, vagy lehetséges, hogy nyerünk egy csomó pénzt. Legjobb emlékeim szerint, amikor meg a családdal voltunk, akkor nem sok rablásra jöttünk ki sikeresen. De nem baj, a rendőrök jó fejek. Van az a rendőr, hú, nem tudom, jó a teve. Máté. Ő jó fej volt. Ez már Galaxi. Nézzek a hudot. Nem tudom, vágod, de bejövünk, mert nekem nem jó így a hajam. Figyeljetek, csak én is mindjárt jövök. Ja, tesó. Mi van te? Homokos vagy? Nincs ezzel baj. You look like someone that knows what they want. I like that. Elemek közötti válogatás. Ipu. Kell nekünk valami visszafogottabb, mondjuk ez. Hogy forgatom? Nem lehet forgatni? Ne! Pedig ez ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Geci, nem, ez. Ez szóval, hogy nem rossz. Nincs pénzem? I love the outfit you have on today. Gorgeous! That was fun. See you around. Hát ez nagyon jó. Na ez így nagyon jó. Na ez Lajos.
have some fun. Át kéne festi egy feketére, azt elfelejtettem, igen. Ebben igazad van. Ez így nagyon jó, csak feketébe kell. Erre nem számított, és bele fog illeni amúgy a sapénbe, vágod? Ajszín. Ó. Oh. Ajszállat, ó oh, igen, ez lesz a baj. Átrakjuk nullára. Szerintem az lesz a... Ó, oh, de nézd, ez így nagyon jó. Hú, jó. Nagyon, na, ú, de jók lehet. Vágod, kurva jól fog kinézni, Lajos. Rég ezzel a szakállal. Ez... Bye-bye, beautiful. Blackstreet Boys. Shall we? Én Gino vagyok. Milyen az új hajam? Hulladék. Értem, kurva jó. Nagyon jól nézzel ki, pacek tesóm, érted? Ragadni fognak rád pillecukor, így fog kapaszkodni a faszodon, hogy... De valahogy így ézzel a hajjal meglátta Som, érted? Ráveti magát. Nagyon jó lesz. Biztos, hogy így? Biztos, így. Megad az orrad tesóval, mi történt? Lefejelted pillecukrot, vagy? Nem. Van hugod? Hugom? Aha. Megad, nincs egyke vagyok. Nem baj, akkor a hugod voltam, úgy megmondom őszinte, hogy ráült a seggével az arcomra, és így behorpadt. Vágod, akkor a picsája van. Ja. Hát igen. Semmi nem para, elveszem majd. Jó, passza. És hol van Stevie? Nem tudom. Most és hol van a Black Street, ha már Black Street Boys vagyunk? Hát itt a Black Street. De hol? Hogy van ez az utca, ott valahol megteremtjük, vagy mi? De jó, hogy nincs is ilyen, hogy Black Street? Hát most már van. Az ember azt hitte, legalább van ilyen, és akkor legalább az lenne a helyünk. Most nem szopadtok, hogy nincs is Black Street. Ezért kerestük utcát, úristen, nem hiszem el. Most komolyan nincs Black Street. Tegyük, van ott az a Caesars. Most már a Black Csupakabra Street, Street még létezhet. Vagy menjünk el a reptérre, ott nincs Street. Vagy a Human Labs-be. Black Street. Tuti van. Hú, nincs nem minden olyan Black Street GTA-ban, miért lenne? Megvegyük Easy-t, azt menjünk tovább. Kipakolunk egy boltot, remélem. Kéne egy kocsi hozzá, venni kéne... Egy hadszoratot kéne venni a... Oh, hello! Megvan a Csupakabra Street. Csá. Ja, Csupakabra Street, jó. Na kezdem, tesó, mi a fasz van itt? Na nem tudom, te tedd fel. Mert én más vagyok, jó parám vagyok. Hadd én játszok veled. Jó. Szerintem én amúgy így vagy egyedi. Szerintem is amúgy. Menjünk. Jó, Léci, amúgy te törd fel a széfet a boltba amúgy. Jó, amúgy intézem. Jó, akkor menjünk el, menjünk a autóshophoz. Tetszik az új frizurám, Stevie? Szerintem nem hiszem, hogy ez amúgy. Kurva, komoly. Nem hiszem, hogy van a sapkában. Ne, hogy nem, összedobjuk. Vágod, egy 6-szorat kell, mert ez így nem állapot, hogy mindig fel kell. Vágod neki a 25. Ez tuti. Mi van, te kurva? Igyet? Ötet? Aha, az 6 személyes. Vágod, egy nőm. Ja, egy csajod? Ja, nem. Pillecukor, nem cukorpille. Hú, de jól hangzik, úristen. Az előbb imitálta a kedves izé, Gino, hogy pillecukor, hogy szopna le. Gino, hogy csináltad? Elismételnéd le? Nem, te sobb, ezt még egyszer nem ismételjük el az... Ne legyél már csicska, Gino. Ágon, Gino, hogy most hogy tudja meg, hogy fog le szopni? Tudod éppen, nyírod a túlhelyet, Lajcsikám, érted? Azért mondtam, hogy pillecukor úgy rá fog röppedni a farkára keményen, megragadja a két kezével, azt így fogja befele tumkolni, így keményen be fogja menni neki, nem szöntsém, hogy de ez jó hangzik, hú, de jó lesz, szöntsém, hú. Lajcsik, készülsz rá, remélem már tüzel a farkat keményen. Persze, Ágon. Olyan ízzik a makja, vágod? Olyan, mint egy fénykart. Már vegyünk egy kocsit akkor. Jó. Ah, mi a gecc? Te vasz! Megnézzük, ó! Mit intézzek? Ez a lotyó fogadjuk kocsit árulni? 6-szoratot kéne keresni, várjál, azt gondolom a... Izébe lesz vágod, terepjáró. Hat személyes kell. 6-szorat nem azért 6-szorat, mert 6 személyes, hanem mert 6 kereke van. De 6 személyes is, bazd meg. 6 személyes is? Igen. Ja, jó van. Hú, bazd meg. És mi van, nincs? Hát én nem nagyon találtam.
Utasd, és ami használtató kereskedés? Színpult. Hello. Jó napot, maga itt dolgozik? Hallod? Vegyél egy olyan izét. Azt a lerobbant buszt, vagy a szállt személyes. Az jó lenne. Hát ez szerintem csak négy. Szerintem is csak négy, ja. De itt ennyi kocsi van? Öt darab? Ja, nincs sok, vágod. Hallod, kell a jó csávó, nem tudsz valami hat személyes kocsit? Használt autó? Asza. Jó, van a használt autó? Kell, oda kéne menni. Elvileg van az is. Csak menjünk oda. Majd lealkudjuk. Na majd olyat alkudok. Ura viszket az új helyem. Tudod mi viszket mi? Pillancukor pinálja, amikor meglátja ezt a hajat. Úrkeci. Hetves vagy Lajcsi, vagy mi van? Picit. Van a használt autó. Ez jó. Van olyan is, hogy használt autó? Azt mondd neki. Van olyan. Bejelölöm. Ott van. Mit mondtál izé pillancukor pinájáról előbb? Nem fontos, nem fontos. Lajcsi mondta, hogy viszket a hajat. Snor, köszi a 14-ek, köszi szépen a reg. Mi a helyzet? Ezer éve. Ja, persze. Szolga, hello. Egy közös vadások, érted? De akkor hogy lett itt autót szerezni, hogyha csak 5 darab van a kereskedésben? Hát gondolom beszünk használt autóban, nem? Hát majd kiderül, ott is szerintem csak ilyen 3-4 darab szokott lenni. Hát jó, csak van bazeg valami 6 szarat. Vagy bemegyük, az durantjuk, kész. Károly basznak volt egy X6-ja. Tényleg. Károly az is csak 4 személyes. Ja, Károly basz. A főnök. Család főnöke volt, de kilakoltattak minket, mert nem fizette be a kibaszott számlákat, az a büdös csöves. Ilyen ez. Fel koponya! Szevasz, Josh! Hova tűnt koponya? Húha, hát itt 4 darab van. Ez gond. Ja, ő csá, bocs. Hello. Hallod, nem vágod esetleg, hogy honnan tudunk valami 6 személyes autót venni, mert hogy egyik kereskedésben sincs, az biztos. 6 személyes nem is, talán még 5-öset árulnak, de azt is ilyen milliós árba, úgyhogy az... Ó, baszki. Nekem mondod. Azt mondod, inkább 2-4 személyes? Hát, jobban jártok sokkal. Hát akkor legyen. Hol tudunk venni, mert csak 5 darab volt a kereskedésben. Mi? Tényleg? Mi franc? Ja. A másik kereskedés volt 4 személyes abból. Várja, abban a kereskedésben ott lehet, hogy amúgy izé. Az autókerben amúgy kategóriánként van, nem csak 5 darab van, csak 5 kategória van, igen, JJ-ben szerint. Igen, igen, 5 kategória van. Én azt az 5 autót láttam, és ennyi. 5 kategóriát ott meg tudod nyitni ott a katalógusban. Ja, de mondjuk úgy is sokkal több, de amúgy a kategóriánként van ilyen 10 köbe. Valamelyik kategóriában több is van. Oh. Oké. Okay. Köszi szépen koponya akkor. Há, szívesen, jól van, kitartok. Kösz, cseh. Hello. Kösz, cseh. Csá. Jó fej volt. Jó. Ja, ilyenek ezek a koponyák. Éj helyen. Akkor vegyünk 2-4 személyeset? Hát akkor úgy tudjuk, ja. Vegyünk 2 ilyen lakókocsit? És akkor vágod a Black Street-et, le tudjuk helye, 20 000, le tudjuk helyezni a Black Street-et, ahova akarjuk, vágod? Jó, és akkor, ugyan, ahol vagyunk, mondjuk, hú, a rendőrök mennyire fognak alkalmazkodni ahhoz, hogy vágod, mint izé? Szerintem azzal esélytelen, hogy mi elmeneküljük bárhova. Azt mondod, ez nem jó ötlet? Hát nem igazán. Akkor vigyük ezt, meg a 2 lakókocsit. Na, úgy már jobban hangzik. Jó, és ebben megy a pénz. Ja, az úgy fasza. Jó. És túl szakad, hogy szerzünk a lakókocsikkal? Hát azt mond, üvöltjük messziről, hogy rájuk van tartva a fegyó. Jó. Persze. Az beválik, úgy haladtam. Mindegy, mi egy gyorsabb megyünk. Júj! Milyen autót vagyunk, chat? Mit mondtak? Akkor az egyiket vegyem. Tudja, mit kell a héten Minecraftozni? De tényleg, no joke, mehet is. Persze, tele vagy, nem? Nem. Jó, mert én sem. Mennyi pénzed van? Kinek mennyi pénze van? Nekem van 45k. Nekem 2000. 1840. Akkor mi meg visszük ezt. A Minecraft kurva jó. Hozzátok a lakókocsit. Anna. Jó. Miről beszélsz? Gyors, meg kell addig javítani. Menjen a LOL. A Minecraft kurva jó, vagy eskü. Most akkor lakókocsit vegyük fixen? Hát... Nem azt beszéltük. De, nekem nem is, nincs is sokkal több pénzem, csak gondolom. Hol van ez a lakókocs? Izé, egyéb. Temper.
Boom! Ez hogy többen. Na bazd meg, szép volt, gecs. Faszomat, Lajos! Kurva élet! Hát bazd meg! Stevie! Mi van, Lajos? Hát, mi az, hogy mi van? Nem látsz? De be se férek. Két személyes! Na, szórakozató. Elmentek a faszomba, Lajos, hogy ilyen szart megvetettek velem, bazd meg. Menj már az útban, bazd meg! De én fel van fordulva! Próbálom visszalőni! Na, lög vissza! De hallod? Tök gyors! Na, lög vissza! Gyors. Jó, intézem. Aha. Ajjaj! Az a rossz irányba dől! Másik lakókocsi négy személyes? Ne, biztos, hogy nem. Most mi itt hagynak? Azt hittem. Ready or not? Az kurva jó amúgy. Hopp! Kösz! Hallod, Lajos? Ez plafonba 50-nel megy és két személyes. Kurva élet. Vágod, füves cigi! Az van itt, hogy van csomag, vagy mi az a kesztyűtartóba. Tényleg? Hüves cigit tudok készíteni ebbe. Jó, megcsináltatom bent a szerelőkkel. Jó. Van itt egyetlen szerelő? Hát itt nem sok mindenki van sajnos. Jó napot! Rednek lakókocsi négy személyes, biztos? Szerintem az is csak ke... Hááááá, nem tudom. Nem láttam, Márkó. Túl közel vagy a városhoz. Ó. Oh. Roncsaszik, szávasz turul neked és olyan boldog új éget. Mindenkinek, hogy most van itt először az évben. Üdvít, cső. Újra RP-zünk. Arra RP-n. Megkérdez Herverrel tudod megnézni, hogy hol játszunk. Ha érdekel. Elviszük meg szeretet, de megint ilyen fogok halni, az a baj, hogy látom. Turul öreg, köszi az ezeres csírelést! Az kincs oda évnyitó, köszi szépen. El lehet rabolni az NPC-ket? Wow, mondjuk az tényleg jól hangzik. Tavaly óta nem volt RP? Tényleg nem volt tavaly óta RP. Vissza lehet adni a kocsikat. Jó, de nem gondolom, nem kapjuk meg a teljes árat érte. Hát ez most szituációhoz illő duda. Kéne megkapjuk a teljes árat, tehát akkor visszaadom. Kell a fasznak. Gyere, gyere, van egy ötletem! Jó, jó volt amúgy a kis RP szünet amúgy, de most jó újra amúgy, olyan jókat nevettünk, mai nap geci jó volt. Tényleg olyanokat nevettünk be, azért nagyon, nagyon hiányzott amúgy. Nagyon jó volt. Ott egy kék kocsi, ezt még mi hagytuk ott szerintem, nem? Lehet pink szék vannak abban. Oltós sávod, a kedvenc, az is nagyon jó volt. Menjétek aludni, lövik a pizsit. Haladjuk el? Gondolom itt, nem? Csak a saját autódat tudod leadni. Mi van, Lajos? Itt el lehet adni. Igen? Hát csak szerintem te ülsz az enyémbe, én meg a tiédbe. Valószínű, igen. Úgyhogy cseréljünk, aztán adjuk el, azt vegyünk valami normálisat. Ez botra. Na mi van, elaludtatok a kocsiban? Eladjuk ezeket a szarokat, semmire ők két személyesek, vágod? Az úgy tényleg nem sok mindenre jó. Az meg most 5 percig nem bírom eladni a faszomat! Várj, kinyitom neked, mert lehet a kezed miatt. Ne, éj, baszd meg! Elmegyek innen. Te se tudod 5 percig? Nem, el tudta adni. Nem kezdett kapni! Egy
Micsoda? Jól leszapadtalak. Jól átbasztatok, chat. Na jó, mit szólsz át? Mit szólsz át? Küldök még 6500-at. Az veszem belőle valami normális autót. Nézzük már, mit lehet kapni. Bassza meg. Jó? Ja. Ez áram ezt. Nem fogunk venni normális autót. Mert mennyit van? Hát 20 000 maradt. Jó, hát küldök még 6... 24 000 ezzel együtt. Jó, 20-30 ezerünk lesz úgy. Ja, mi a PayPalod? PayPalom? 680. Sziasztok barátaim, egy kicsit arrébb tudnátok, hogy talán az autóval már szeretnék vásárolni egy gépjárművet. Szevasz barát, persze intézzük. Pillanat, ne haragudj. Hogy esetleg tudok nektek segíteni egy gyors motorszereléssel itt, mert ugye... Nem. Ezt a két autót ezt megcsinálhatnád, hogyha éppen nincs jobb dolgod, öreg, azt megköszönjük. Hát van jobb dolgom, csak éppen látom, hogy tudtok vele arrébb állni. Hát nagyon, igen. Küldtem. Na jó, vegyünk valami, gyere gyors. Nézzük, belenézünk itt a belső térbe. Jó, 40-ért volt használt autóban, azért 40-ünk nem lesz így már. Itt vegyek, nézzel katalógusba valamit, aztán megvesz. Jó. És ti akkor hallottok? Port. Itt egy Civic 30 ér, az jó, nem? 29 ezer egy Civic. Az jó, nem? Az jó lehet amúgy. Jó, vedd meg azt. Civic-et? Ja. Mi az, hogy elfogyott? Meg nincs több, azt jelenti. Nem mondod. Rendeljenek, importolják be. És ez a Kalahari nem 5 személyes lehet amúgy, vagy 4-5? Tuti van. Kalahari 4. Civic tesó, melyé? Hol van az? Meg ott sport. Mi a pálya? Hát graffitiztem, aztán kiderült, hogy az lehet jelez a rendőrségnek. Ja? Jó, de felírtam, hogy Black, csapat nevét. Hova? Hát ez nagyon szép. Vágod, tesó, ez lebeg. Ja, hát én így nyomom. Jó, az... Na van egy kocsink. Na, az fasz. Na, hát, akkor menjünk Boltra. Jó, van egy Civicünk. Hol van izé? Emi? Emulátor? Gino. Itt van. Ó, Gino, bazd meg, te fasz! Geci, vigyázz már, hé! Vigyázz már, hé! Mehetünk? Na, szerezzük túlszokat! Okos legyél, de hallod, Stevie, bazd meg! Vagy, ez jó ez a kocsi! Van fegyverünk? Van nálam, persze. Két töklöm, tesó, bomba fegyver. Hopp. Tipszes kocsi. Nagy, köszi a Prime-ost. Szerintem követik a többieket. Mennék velük kéne menni, amúgy már elkapják őket a faszomba. De hova mentek? Merre mentek? Itt vannak mögöttünk most már. Hello. Azok most ők? Ja, nem tudom. Menjünk utánuk. Kösz, Nagy, a Prime-os negyediket. Köszi szépen. Mi a fasz csinál? Meg kell menni rádióra. Van rádiótok még mindig? Rekemni, vagy... Hát nem tudom, lehet van nálam amúgy. Köszönjük egy jó Edber Energy-t. Hadd adnál nekem is. Nem NF-en vagyunk. Utolsó. Ja, nem van még öt. Hallod? Ja, kedved számod. Vágod lehet izé, ilyen városi csávót is elrabolni túsztak. Hogy? Hát ez egy jó kérdés, csak hát hogy is mondjam, láttam, hogy ki volt írva idején izéra, tudod? 2.0. Jaaaaaa. Megadod, én nem tudok elszámolni. Hát én se baj. És hogy hozzuk el, akkor nagy okos. Hát nem tudom, gondoltam cipel, és akkor válladra veszed, vagy nem tudom. Fogd meg. Na jó, akkor keressünk egyre a cipel. Jó, biztos ez? De azt menjus. Nem biztos. Én elvesztettem a fonalat, meg kell tankolnom. JJ, miről beszéled, bazd meg? De a tiszta hülye. Mit gondolsz a mai RP-ről eddig, kutya? Mit gondolunk a mai RP-ről eddig? Tudod, miért van? Amúgy én megmondom neked. Tudtad egyébként, hogy a TikTok felhasználó... Mondta, hogy meg fog halni! A kurva élet! Vágod? Yeah.
Na, tudja a TikTok piacon, mert láttam mostanában sokat törgetni. Nem fogják észrevenni. Igen. Kiszálltok, de soha megtankolok gyorsan. Jó, szóval. Csak fegyvert akarsz rágta. Igen, mert izével mi van? Lajcsival. Tudod, ugye faszom, tesó. Lajos! Lajos, nem szállsz ki, faszom! Nem hittem meg az üdítőt, amit... Valami jó, meg. Menjünk, beszállunk, szájbe megyünk a kórházba. Ilyen fajta kutyám, baszed állunk. Itt van úgyis közel. Menj. Hol a kórház? Itt a kórház? Hol van Lajos, bazd meg? Lajos, most a kezedbe, bazd meg, ott van az öletben. Hát én nem látom. Hogy kell vinni a túszt? Hogy látnád, vezetsz? És csak felfelé állnak a lábainket. Jó, szórok egy mentőt. Lajos lábai, ugye. Ez még mindig nem működik, ez még mindig szar gondolom, ugye? Még mindig nem autoton. Ugye? Gyere Lajos, összeszedünk. De? Most már jó? Ide adok. Jó lett? Ja, vágom. Jó. Bazd meg! Engem visznek, tesó! Én jól vagyok, doktor úr! Doki! Szileste a föld alá! Oh. Baszki! Ja, fasz, Lajos! Most mit csinál, report? Ó! Most ott fekszik szágyba, de még mindig visz engem, vágod? És még mindig ott vagyok vele. Ott fekszik közösen az ágyba. És most mit csináljak? Visszajelzés küldése, hátha. Hát ez gond. Nyuszlaszik össze, hogy tír 1-es 30-edik óra, vagy jó ég, a 30-as streak-e nem vagy normális, köszi szépen. Köszi. Mit csinál a kutya? Mit csinál? Itt be, menjen be, ott vannak a... Stevie? Tocsi? Baj van. Mitok zenét? Mit indítsunk? Ó, motor a zenék, rég hallgattuk úgyis. Rég hallgattuk. Úgy azok, egy pillanatot kérek. Ahó. Stevie, itt vagy? Ahó. Hogy tudok pózus tapni? Ne, hogy tudok pózus tapni. Na bazd meg! Lajos, viszlek már, csak engem hozott fel az orvos. Figyelj, mert beszélhet hozzád az ember? Ki? Hát én, beszéltem hozzád, nem válaszolta hát, semmit. Jó, itt nem le voltam szedálva, te elmebeteg. Dorkócipe leszek, ez nem dorkócipe. Jó, hogy hívják, tudod mi? Na majd, most lesz a fasza. Egy ilyen kodos, dorkós együttműködésről kaptam még tavaly, egy ilyen doboz, csak nem rossz helyre van rakva. A szekrény még ide át kell rendezni, mögöttem, csak várom, hogy megjelennek a cuccok holnap. Kemény volt mi? Jelenleg nem elérhető, kérlek várj. Most komolyan a doki... Civi... Hát ezt nem hiszem. Jelenleg nem elérhető, kérlek várj. Előbb felvitte kamarabb valamit. Kami idé. Ja, izé, frágy a serifet vágod. Persze, ez diszkrimináció, nem? Hát ja, mi voltunk itt elő. Várják ki a sorukat. Ez a baltrablás, ez nem egyszerű szülés amúgy. Na, majd most. Nincs pénzem! Nincs... Brian, remélem megdöglik. Miatt a késtem le az árjára. És például felkérdék egy-kettel, úristen, nagyon jól csinált Soundtanking, nagyon jól csinált. Aki rákat nint, egy legendával válik chat. Felkérdék egy-kettel, nagyon jó. Figyelj, mert mi lenne? Ja, van.
Lajcsi zsebébe rakjam bele? Ja, csúsztasd már be izé Lajos zsebébe, mert kis hála kéz a doktornak. Tudja faszom. De tényleg. Nem a 680, nem a 680. Arrébb megyek. Én arra gondoltam, hogy lehet egy polc kéne ide oldalra. Most ott elgatós izék lesz, de majd meglátjuk, hogy fog kinézni. Remélem ocsmányul. Na, most jó lesz. És most jön a doki. Ah! Na, elvisznek. Most ez komoly. Viszik is az a kis Lajos. Ha már másodjára bassz meg. Ütű. Menő badge? Milyen badge van Jusovskinak? Ja tényleg amúgy ez kevés embernek van, az a 2,5 éves badge. Azt sem megint kellene új badge-ek, mert már olyan régi szabak vannak. Laru, hello, szia. Itt van, nézzák, itt van Lajos. Megszer ORRP-n vagyunk. Most akarjuk majd egy boltot rabolni, most újra összeálltunk. A Black Street Boys. Neked őket vedd nullára, és a Hearthstone-t kapcsold be, az az autotune a mindenik. Nagyon szegény. Tetves. Tetves, azt mondtad, mert ez új haj teszi. Várjál. Hála is érfolyított nullá. Oho. Szegény. Most? Akkor le van szedálva. Megint nem lesz jó szerintem. Hát most keményen van. Tényleg régebbi szába? Hát a vas se tudja. A kóma alatt ilyenkor tudod, hogy hívják ezt olvasni. Szar, nem tudom mit adni, majd megcsinálom off stream. De köszi Norran a segítséget. Aztán, hogy hall dolgokat, csak válaszolni nem tud, meg reagálni nem. Tudod? Ja, viszont neked is ez volt. Azt tudom, mit csinál, el sem tudom, ez micsoda. Nem kell intéznem, vágod. Jó van, intézed, intézed. Jön a főbérlő, meg ilyenek. Persze, nyomjat. Hol lehet nem rablog ma? Mert hogy Pinkszél Gizi együtt lagnak, az is biztos, és hogy közös érne főbérlő, az gond. Csak vízhang volt, barlang hangzás, azt a kurva. Ez minden? Az gond. Visszaviszlek a PD-re helikopterre. Már itt vagy a kocsival, már értük. Úristen, hova tűnt? Stevie. Nyomtuk, mi? Adtuk. Nem, csak a vállamban oda. Sokat számít a helikopterre. De tudok járni. Hát kurva sokat volt az info, köszönöm. Csak egy lövész kellett volna mellé. Oh, go down, down. Szoftverbe kell átejteni, ez lehet abogy, mert azzal lehet álligattam valamit véletlenül. Ja, igen, azt szinte biztos álligattam. Lehet megvan a baj. Van ilyen library, meg ilyen, minden van. Hard to music. Oké. Okay. Ping pong. Ping pong beállítás, ez csak jó lehet, nem? Mit tud a ping pong? Ez nagyon bonyolultnak tűnik, verte meg. Röcsi. Na. Szevasz, tesó. Na, mi a faszom? Na. Szevasz, Szebaszki, hova tűnt Stevie? Stevie? Hát azt mondta, hogy ingatlanokat intéz itt. Vágod, lehetem, hogy ez a baj, JJ is azt csinálja, és akkor meg baj, meg kettő nem rablunk polcot, mert mit itt vannak a serifek, hogyha nem mondtam ki. Persze. Lehet izéhéb vágod. Lehet holnap kéne, vágod? Ja, szerintem is. Ja, holnap. És pillacukornak írok, hogy lépünk, de nehogy elfelejtsen. Persze, így jár neki, szívecske, minden legyen tudni. Nem értem. Tehát azért nem vagytok az IC csapatban, hanem kollektívan 15-en, mert a barátodnak... Jajjaj, csúnya hangok! Aha! Nem, arról, hogy a többiek nem nincsenek, arról, hogy nem tehetek, nem tudom. Hello, Pide! Hello! Lajos vagyok, csak azt szeretném mondani, hogy lelépünk, mert vágod Stevie-t ki akarják lakoltatni, és megverjük a főbérlőt. De holnap akkor mehet egy boltrablás. Én nem hallom. Ez ugye nem Stevie kocsia volt. Most hallasz? Én hallok. Na várja, mondom, Stevie-t kilakolt egyek a főbérlők, úgyhogy most megyünk megverni ott mindenkit, de holnap kirablunk egy boltot. Ja, vágod? Igen, majd találkozunk, hello! Vicces vagyok, elütöttem a streamet! Fagyatékos. Nagyon jó. A Krisz bosszúja. Tényleg. A Krisz bosszúja. Így van. Jó van. Jó volt ez a stream. Nagyon rubenes. Meg se láttam. Meg se láttam. Na jó van, csak kösz, hogy itt voltatok.
Nézzünk valakit. Meg is, hogy kit akarok asztalni. Köszi, itt voltatok, jó volt ez a mai stream. Ez kurva jó volt, és nagyon jól éreztem magam, ez most nagyon jó volt. Még éreztem magam, milyen a stream köz, a kurva jó volt. Átosztalak kiteket Luckyhoz, mert nem tudtam, hogy Twitch-en streamel, úgyhogy, ja, most átdoblak titeket, hát raidellek titeket oda. Menjetek, köszönjetek be, köszönjétek mindenkinek, aki itt volt. Holnap tali 6-kor, szokásos, szerintem RP-zünk holnap is. Csak mondom, holnap is RP-zünk. Kösz mindenkinek, aki itt volt, köszönjük millió szabad, meg köszönjük millióan itt voltunk. Aztán Luckynek legyenek jó, köszönjetek, meg kövessétek be, meg nézzétek Minecraft-ban aztán, majd nálam is ez Minecraft, úgyhogy elveszítitek meg minden ilyesmi. Kösz mindenkinek.